Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. 6 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Ez az? Ez lesz. Ez a mikrofon, igen, beszélj. Ez már. Ez a mikrofon. Ja, hogy elindult. Jó. Jó, egyelőre a gépem, gyerekek, az olyan, mint egy impotens férfi, nem akar még egyelőre nagyon felállni, úgyhogy de megoldjuk. Erről a témáról nem tudsz nekünk újat mondani, Ferivel. 40 fölött már tudom. Kapkodjátok a bogyókat. De új géped van? Ne túlozzál. Hát azért. Frissít. Aha. Frissíts te. A 3.1-es Windows. Igen, szóval, hogy frissít az én kis gépem. Na, hát varázsló vagy. Gyerekek, elindult a reggel, hétfő van, szép napot kívánunk mindenkinek, itt vagyunk újra. És zene. És most zene. Már adom is. Igen, és most zene. Hogy amikor jöttél, de nem nézted meg véletlenül, itt van egy tábla a parkolóhelyünk elején a hétvégi meccs miatt, hogy az meddig tart a parkolni tilos, nem tudja valami. Szinte csukott szemmel jöttem még, úgyhogy. Következő ebéselejtezőig, Feri, úgyhogy akkor távol a báj meg. Ez az egyik. Én azt hittem, ez a tábla itt más miatt van. Mi miatt? Hát nem, tegnap tették ki, tegnap volt 7-e, nem? Tegnap volt a meccs is. Ja, a meccs, ja, értem. Na jó, akkor annak vége. Ez az egyik, a másik, jöttem a felújított körúton, gyerekek, láttátok az új villamos megállót? Jól néz ki? Nem járok arra. Hát figyelj, én pont meg kicsit le is lassítottam, mondjuk nem is lehetett menni a körúton már korra reggel, mert akkor a dugesz volt, hogy az a pont azon gondolkozol, hogy ilyen nagyon modern, nagyon beton, de egyébként meg marha jól néz ki. Jól néz ki, csak mert ilyen megdöbbentő méretei vannak. Embertelen nagy. Hihetetlenül nagy. Mert ez azért van, mert sokan fognak utazni az új villamos sínen, érted? De eddig is sokan utaztak. Igen, de eddig nem volt neki. Ja, villamos síneken, úgy érted, a buszvezető. Tökre gondolsz? Igen, valahol menni kell majd nekik is. Igen, mert hogy ugye a hétvégén volt egy eset, hogy egy picit így benézték ezt a felfüvesített részt az egyik buszvezető úr, és így rosszul kanyarodott, és így azt gondolta, hogy akkor egy irány a zöld, és be is ment. Ez így. Nem ez zöld gondolat jegyében. Aha. Ment. Ja, arra. Tényleg. Igen. Azt hitt, hogy az, hogy zöld gondolattal vagy buszsofőr, az azt jelenti többek között, hogy ugye zöldön mész. Aha. Érted? Tehát átmész a zöldön, amikor nem piros a lámpa, meg a zöld felületen. Újszerű gondolat volt. De szépek a megállók? Igen, nagyon-nagyon. Igen? Azon lehet gondolkodni, hogy ebbe a városba kell ez a betontömb. Ez a betontömb. Ezt én nem értem a Flórián térnél sem. Na, úgy, hát gyakorlatilag ez is hasonló. Hát végig ez van, ugyanaz van mindenhol. Meg jól néz ki. Én először úgy mentem oda, vagy úgy néztem oda, hogy nekem ez nem fog tetszeni, mert beton, miért nem kovácsolt, vas meg mit tudom, én kicsit régiesebb. Kovácsolt. De nem, hát hogy ilyen szépet lehetne múlt század. Ha óbarok. Vagy óbarok. Miért nem székely kapuk? Miért nem székely kapuk vannak? Az igen. Se rossz, de hogy arra gondoltam, hogy mint ahogy a vásárcsarnokunk kinéz, vagy a parlamentünk, érted, hogy a város maga ilyen, szép, tehát 100-200 évvel ezelőtti épületek virulnak, és szépen meg vannak csinálva, hogy ahhoz kreálni valamit. De aztán meg rájössz, hogy hát gyakorlatilag 2014 bizony, van. Meg hogy nincsenek mindenhol két oldalt ilyen szép házak, azért ahogy végig megy a villamos. Ez is igaz. Így van, és akkor lehet inkább ilyen. De neked tetszik. Nem rossz. Nem ilyen gigantikusak. Engem már méreté volt azok, amik megdöbbentettek, hogy úristen. Két oszlop elején, a végén áthidalva egy nagyon hosszú ilyen valami gerendám, és akkor két oldalt kijön belőle ez az esővédő. Nem rossz. Határozottan nem rossz, mondom, lehet fanyalogni, majd biztos lesz, aki megcsinálja, de modern. Tehát fanyalgok mindig vannak. Tehát hát azok mindig. Na, azok mindig vannak. Ez igaz. Azok mindig vannak. De láttátok a parlament fölött a sirályokat? Na, akarom mondani, tegnap este 10:30-kor értem. Az már lehet, hogy késő. Egy rohadt sirály. Az lehet, hogy késő. Megálltam, a Margit híd közepén tartottam fel a forgalmat, mondtam, hogy jaj, sirálynézés, senki sem volt. Nézted? Néztem, nem volt egy darab. Az késő. Késő? Hánykor menjek? Sötétedés után. Hát ez az után volt. Ez igaz, minden relatív. Feri, helyettem is menjél oda sötétedés után, léci, jó? Jó, megnézem, szemed leszek. Ez jó, mesél. 8-tól. 8-tól 9-ig, igen. Igen. Jó, jó. 8-8 után is olyan 9-10 kör ők jelölnek aztán. Tehát ilyen 10:30-kor már nem. Hol a tetejét nézted rendesen? Nem, a izé parlament alatt kerestem. A légarázsban. Haló, sasszol. Szóval, és hajnal 1:30-3 között is nagyon sok van. Akkor menjél leginkább. Jó, 4:30-3-4 van a legtöbb. Akkor nagyon menjünk. Szintén nyüzsögnek, nem is látszik a parlament tetejétől. Akartam, hogy lássátok, hogy nem kamu, amiről beszéltem még pénteken.
hogy hát tényleg előre nekem az, de nem, nem tényleg ott vannak. Ugye függő attól, hogy nyilván a rovarok meddig rajzanak akkor, ha az a magyarázat. Nem az. Elvileg az is lehet. Hát kérlek szépen. Tudom, hogy hívtatok egy madártani embert, ezt bizony, én nem hallottam. Bizony. De egy nagyon-nagyon komoly szakértőt hívtunk. Gyakorlatilag sziasztok. Hello. Ezt mondta, hogy hello? Nem lehetett egy tartalmas beszélgetés. De mondta, hogy vannak sirályok egyébként? Mondta, igen, és ki is találtuk az új, amiből gazdag lesz majd a madártani intézet, hogy éjszakai sirálylátogatás a parlament előtt. Jó, de mit mondod, hogy mi a magyarázat? Ja, azt nem tudta is. Azt mondta, hogy vagy a rovarok, de az nem biztos. Azt mondta, hogy esznek rovart, ezek nagyon sok rovart esznek, mert ugye mi arra tippeltünk, hogy a sirálynak kicsi a rovar, tehát igen, nagyobb dolgokat. Megeszi. Mondta mi, hogy megeszi. Úgy megeszi a rovarokat. Mint a húzat, nem csak halat eszik. Igen, hogy a fényre nagyon sok rovar jön, kitártja a száját a sirály és keresztül. Körbe repül és már jól lakott félig. Ugyanúgy, mint a bálnák a krillel. Ez oké, ez rendben van. Ugye, ha valaki nem hallotta volna, pénteken arról beszéltünk, hogy azon kezdtem gondolkozni hangosan, hogy miért vannak sirályok a parlament felett este. Egyébként gyönyörű. Na, de akkor miért nincsenek a Mátyás templom fölött? Miért nincsenek a halászbástya fölött? Ugyanolyan magasan van. Tehát ott, mert a Mátyás templom a ritkább a levegő. Ez magasabban van. Biztos. Ott már elfogy a levegő? Aha, igen. És de nem láttál oxigénpalackos sirályokat? És ugye, ha becsukja ugye a csőrét, akkor az kimarad. Az az a rovar. Biztos, hogy ez. Sokat kell csukkolni. Ah, igen. Biztos, hogy ez. Na minden jó, de akkor viszont a madártani intézet palia se tudta egyértelműen. Tehát őket is foglalkoztatja a kérdés, tehát ők is megpróbálták már ezt a dolgot megfejteni. Hát péntektől fogva foglalkoztatja őket a kérdés. Hát ha erről tudott, akkor ők erről tudtak? Nekik ez nem jó, hogy ők nem tudnak valamiről, ezért nem is foglalkoztak vele, eddig, mert rossz fényt vett rájuk. És most pénteken szembesítettük őket ezzel a problémával, és azóta gondolom válságstáboznak. De már ahogy fölhívtuk egyébként, érted, akkor rögtön azt mondta, hogy ők ezt tudták. Tehát egy madártani intézet nem mondja azt, hogy nem. Nagyon ügyes volt. De nem tudta rendesen megmagyarázni. Mindegy, kíváncsi lettem volna. De jól lavírozott egyébként. Ügyes volt. Ügyes nyilatkozó volt, igen, de nem tudtuk. Nem jött ki. Megszorítani. Hát viszont ez a Djoko Federer se jött össze. Uh-huh. Úgyhogy... Kérdezni akartam, hogy legközelebb mikor lesz Djoko Federer döntő, hol lehet majd látni. Hát egyik sem. Kérlek szépen, egyik sem. Mert hogy egyébként a Nishikori és Csilics lesz, és hogy hát aha. Most ez nem volt egy... De most nem ezt például miért csinálják velem, hogy két új nevet meg kell tanuljak? Nekem ez olyan jó, nem. Ez a Djoko. Nem kell. Ez csak most erre a döntő? Hát, amikor a Djoko meg a Federer játszik, addig úgyis nekik drukkolunk, úgyhogy tök mindegy. Aha. Kérlek szépen, Nishikori elverte a te Djokovicsodat. Aztának. Úgyhogy Djoko egy szettet tudott nyerni, jaj. Nem sok. És ez Csilics, én néztem a meccset, akkor értem haza a közös forgatásunkról pont szombat után, este. És egyébként, hát ez a Csillics, ez elég meggyőzően verte ugye meg a Rogers, úgyhogy Roger nem tudott labdába ütni. Oh. Milyen nemzetiségű ez a Csillics? Tudjátok? Egy szerintem várjál, talán horvát. A Goran Ivanisovics az edzője. Horvát. Vagy Kromanyoni, mert azt hiszem az a rövid. Roger szettet se nyert. Ami azért vele elég ritkán fordul elő, hogy nullára verjék. Az nem sűrű. Egy kétszettes meccsök végem. Úgyhogy Nishikori Csillics, ha gondolod az íze kedvéért, csak hogy ne essünk ki a gyakorlatból. És akkor mindenkinek arra kell fogadni, aki a kedvencét megverte. Aki megverte a kedvencét. Aha. Nem lehet tudni, hogy ki nyer. Én Csillics, szerintem Csillics megveri Nishikori, de én már mondtam elég sok mindent igen, ezen a héten. Igen, mostanában ne tölts ki lottó szelvényt, kidobott pénz, úgy érzem. Meg úgyis, ha úgy hallottam, elvitték. Úgyhogy ja, hát ráadásul elvitték azt a majd igen. 400 millió forintot, de... Hát szóval, ha gondolod, hogy azért gyakorlatban hát, maradjunk... Az Japán ez a Nishikori, ugye? Román verte a félvilágot most. Tehát konkrétan megverte a és a sőcetekbe, tehát hogy úgy látszik, hogy a fizikumával sincsen semmi gond. Igen, a csávó nem nagyon tud elfáradni. Gyokot izé beletette négybe. Négybe helyre tette. Hármat ő nyert, egyet Gyoko. Négybe helyre tette. De Csillics elég meggyőző volt. Hát mindegy, az íze kedvéért valamit én felajánlanék neked. Jó, csak hát azért, hogy legyen miért izgulni. Most leginkább azt tanácsolhatja neked, Balázs, hogy csinálj, amit akarsz. Jó. Igen, nem annyira jöttek be a típjeim, de... Figyelj, megmondom, mikor játszák. Akarod tudni? Nem. Hát csak hogy bele tudunk kenni. Engem a végeredmény érdekel, mikor játszák. Nishikori Nazai Zibi. A teszek rá. Persze. Ahogy nem úgy. Na, ahogy ne legyél elutasító. Hát az lesz, hogy ez 11 órakor kezdik, ha van egy kis esőszünet fél 12-kor, úgyhogy ezt nem fogjuk nézni. Jelenleg is biztos nem. Én majd holnap szembesülünk itt az eredménnyel. 10 játékpénz Nishikori Nazai. Ezt szeretem benned, hogy van benned vitamin. Van benned vitalitás. Ezt én szeretem. Ez a sánc. Nincs mellébeszélés. Ott a vitalitás benne. Ha Djokót legyőzte, érted, akkor ő a legjobb. Mert eddig Djoko volt a legjobb, ma ő a legjobb. Nishikori? Zsizu. Jó. Csillics elég meggyőző volt, rá szívesen teszek. Mit néztél, Occokat?
Hát figyeljetek, az azon kedvéért, csak mondom, amíg Jani Occot néz, hogy ki nem szereti a teniszt, ma vége van, nyugalom. Ettől a témától el lett egy kicsit a kedvem, most az utóbbi időszak viszonylagos, nyeretles. De sikertelen. De most szerintem én is begurítok egy 50 forint. Mennyit ad a csilicse? Figyelj, azt mondja, hogy Nishikorira 1,80, csilicse 2, egész. Tedd már meg a csilicse. Tedd meg a csilicse. Japán ellen nem teszek. Miért? Mert... Kamikázik? Hát nem, ők nem. Tehát a japán ellen nem teszek. Hogy a ellen se teszek, japán ellen se akkor, teszek. Akkor tegyél a nevemben. Jani, én nem a Nishikorinak a jobb az otca, mint a csillicsnek. Könyörgöm, tegyétek meg, én megteszem, adok pénzt. Nem vagyok beregisztrálva, vagy már be vagyok, de elfelejtettem. Én most adok aha. neked, tegyél már fel a nevembe. Szerintem még abból is rosszul jövök ki. Valahogy azon, hogy nem bukhatok? Elfelejtettem a jelszámot, mert én is beregisztráltam. Jól van, jó. Döbbenet, gyerekek. Döbbenet, hogy a fogadóirodák mennyire nem értenek ez. Aj, biztos. Nyilván úgy, annyira nem érzik ezt a játékot, hogy annyira komolyan mondom, hogy egyszerűen felfoghatatlan, hogy mennyire dilettáns. Szerintem azt ők úgy csinálják, igen, hogy ül bent egy ilyen dilettáns hülye, és akkor így fejből írok. 1,82, a Csillics kevesebbet kap, mint a Nishikori. Ennyi. Elmondom miért, mert a világranglistán a Nishikori előrébb van. Aha. Viszont játékban szerintem a Csillics megveri a Nishikorit. Jó. Megteszed nekem? Meg. Jó. Kérj bármi. Mit akarsz? Megteszem neked. Jó. Hát megbeszéljük adásunk. De mit kérsz? Hogy tegyél meg valamit. Figyelj, oké, rendben. Az nem számít, hogy hazai pályán játszik a Nishikori? Már úgy látom, hogy az ő neve van elő. A idegenben van a Csillics? A idegenben. Sose jó. A teniszezőnek sose jó, a idegenben játszik. Ahogy a magyar futballnak se jó. Mi történt már megint, gyerekek? Hát, jó. Melyik ötök mondta, hogy majd az EB-re? Hogy is volt ez? Kérem szépen, mi történik itt? Hogy ma, na majd, figyeljük meg. Ezt meg nem a Pintér mondta? Nem, hát itt volt, hogy én milyen pessimista vagyok, de majd most, majd az EB. Kik vertek meg minket? Észak-Írország. Sűsáv? Vagy ki volt most? Nem. Nem fordultunk belül van, az nem lehet. Akkor a Trinidad Tobago? Ja, nem, mert ez EB se lejtező. Kitől kaptunk? Észak-Írek. Most hallottam ettől a fura hangú hírolvasó sászól, akinek egy zsebkendőt nyomtak az órába, és nejlózacskón a fején szegénynek. Az Észak-Írektől. Igen. Megértem. Mondjuk az húzó név. De mi lesz majd kint, amikor ellenük játszunk ott, ahol ők vannak otthon? Nagyon jó cikket olvastam, azt mondják, hogy hát a Pintér még azért simán le tudta volna nyilatkozni, hogy tök jól állom, mert idegenben veretlenek vagyunk. Mekkora duma. Mekkora duma, gyerekek, nem? Jól állom, mert idegenben veretlenek vagyunk. Nincs baj. A csapat idegenben veretlen. Még ebből lehet bármi. Komolyan tényleg ejtétek, hogy kijutunk az EB-re? Kik vannak a csoportunkban? Tudod, Jani? Fogalmam sincs. Engem megmondom őszintén, Anna már most az utóbbi idők óta nem annyira. Tehát ugye? Igen, tehát hogy eleve most egy picit átorientálódtam a teniszre, mert állítólag abban van a pénz. Igen, és most nem figyel, megmondom őszintén, nem figyeltem. Valahogy nem hoznak lázba ezek az eredmények, biztos azért. De mert Anna írja, hogy a Nemzeti Sport címlapján vasárnap az volt, irány Európa. Aha. Igen. Hát már vissza is jött. Hát így ennyi, de kicsit kinéztünk, az jó az. Ott voltunk, kicsit körbenéztünk, de már visszahúztuk a fejünket, nem? Költözik a, hogy hívják, az anyacég, vagy miért írtak, hogy irány Európa? Irány Európa. Európa. Irány. Mennyi lett a meccs vége? Kettő. Hát egy-kettő. Gyerekek, hát az... De az egyik öngól. Nem mondod. De. Gyerekek, ez, erről a Gera tehet, mert a Gera nem játszott. És így azért nem játszott a Gera, így ez tessék. Aha, meg a Szalai. Nincs a Gera. 2-1 volt, és abból az egy öngól? Akkor mi nyertünk, meg két gólt rúgtunk. Milyen aljas játék ez a futball? Hallod róla, le kell szállni. Gyerekek, milyen aljas játék ez a futball? Hát mi lőjük a több gólt, miért nem mi nyerünk? Ha több ászt ütsz, érted? Akkor sem biztos, hogy te nyersz, de ha nem tudom, több nyerőütésed van, nagyobb esélye nyersz. Hát azt most... gondolod, hogy valakinek nem szóltak, hogy már volt térfélcsere? Az egyébként lehet. Simán lehet. Már nem arra támadunk. Ja? Bocsi. Gyerekek, síralmas, komolyan mondom. De azért a 2-1 az már szép, tényleg, nem egy 7-0. Aha, igen, nézzük a jó oldalát. Igen, csak mert az a bajom, hogy azt várjátok, érted, hogy egy ilyen hetes pak után rögtön fordítsunk, érted, és nyerjünk meg meccset. Nem lehet, hát egy 2-1, de most ezen... Na most én esküszöm, nem emlékszem, mi volt ez a hetes pak? Kaptunk valakitől egy hetecskét? Hát volt az elmúlt időszakban, meg mik voltak... Igen, 9-1. Én ahogy elolvasom, el is felejtem a magyar futballt, de hogy így. Én most hiszek a fiúkban. Tudod, 15 éve vagy 20 éve ez vagy majd a következő. Most is ez volt, hogy VB nem, na de majd az EB. Aha. Majd az EB, egyből azonnal egy hatalmas ruha. Azonnal. 2-1, C1-2. Ó.
ez szomorú. Na mindegy, és ki az ellenfél most? Ennek a visszavágója, vagy önnek jön a félelmetes? Én azt hiszem, talán Romániában megyünk most. Vagy, vagy, oh, vagy románok jönnek hozzánk, azt na, hát nem az tudom. Na, mindegy, hajrá, fiú. Na mindegy, drukkoljunk. Jaj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 
hagytam. Én csak az időmérőt láttam, és közben a szújóval SMS-eztem. Na. De úgy, hogy ő beszélt. Aha. akkor is nagyon rápörgött. Húzgálod a bajszát egy kicsit? Kérdeztem, hogy mi van, meg van kicsit olyan izé volt a hangja, aztán kérdeztem, hogy minden oké-e, és akkor közben ott vidáman SMS-eztünk, közben ott millió forma egy az igazi profil. Az időmérőt. Az ezerkarú szújó Zoli. Éppen valami reklám brékje volt, vagy valahova elmentek, vagy az időmérő és a stúdióbeszélgetés között van, tudod, 2 perc szünet, és akkor ott váltottunk egy kis SMS-t. Nem láttam a futamot, de akkor ti se nagyon. Nem, valahogy gyerekek, már nem nézzük ezt a Forma 1-et, nem? Nem, hát ugye szombaton még egy kicsit forgattunk, egy kicsit egész nap, és akkor egy picit én ugye megfáradtam, amikor hazértem 11 óra magasságában. Már zárták mögöttem a hangárt. És aztán meg tegnap meg egy picit így megpihentünk. Tényleg? Ugye mi nem ügyeket intézünk. Tudják a hallgatók, hogy mi szombaton együtt forgattunk, hogy mikor? 11? Aha. De elég sokat forgattam. De te hamarabb eléptél. Én nem sokkal, ilyen 9-kor mentem el, 8:30-kor. Janinak egy 3 képpel volt több. Illetve tulajdonképpen előbb kezdtem, de hogy 11-re mentünk mind a ketten. Délután 5:30-kor vettük fel az első képet. Nagyon feszes volt. Szeretem a forgatást. Nagyon feszes volt a tempó. És de akkor utálom, akkor 2 órával te is igen. Én még bolyogtam egy... valamilyen, beültem a szedbe, és akkor szerintem nem is került túl jól, ezért legalább 5 percet forgattunk. És akkor utána indultam haza. 5 perc alatt fölvetétek? Aha. Már melegedtek a gépnek az aksiban, ott elég nagy rohamtempó volt. Nyugtasson meg a tudat, hogy még egy kb. Fél órát bolyongtam a kiskulacázi reptére. Előtte lehűtötték a cuccokat, hát ja. Hogy azért vártunk egy picit, hát lehűtötték, jó volt, és akkor ezért. És mondták, hogy itt van egy jéghideg profi, lehűlt az összes kamera. Igen. A celeb vagyoknak. Felrántottuk. A celeb vagyoknak csináltuk egy ilyen próbót. Lesz egyébként, nagyon jól sikerült, szerintünk. Már látom, hogy ki fog belekötni majd. Mit vagy kell lehűteni? Jaj. Egy repülőgépen forgattunk, de nem mondhatok többet, és be voltak kapcsolva a repülőgép műszerei. De ez most már tényleg az utolsó info volt. Jó, ez az utolsó. Műszer, repülő. És ugye -50°-hez van szokva az a repülő, és ott ugye folyamatosan égtek a lámpák, benne műszerfal, stb. És az aksik túl melegednek, mert hát nem ez az üzemi hőmérséklet. Aha, és akkor abból volt, ja. Igen, az ilyen kis... Bizony. És volt 2 olyan nő, akikért megölnék egymást egy lakatlan szigeten valószínűleg. Igen? Igen. Én a biztonság kedvében a kettőtöket. Igen, szóval ezt forgattuk szombaton, és itt voltunk. Na most ez a kiskulacházi repülőtér, gyerekek, ez nem kicsi. Nem. És kérdezte a felvételvezető csaj, hogy kikísérjen-e engem egy autó, vagy kitalálok-e. És mondta, hogy ha adja, tesszük. Drága vagy, köszönöm szépen, kihívásként élem meg a feladatot. Ha se találnék ki. Különösebb, hogy nincsen világítás egyébként az egész reptéren. Az egész reptéren semmilyen világítás. Ez nem egy reptér, ez mint egy paintball pálya, gazos, kilőtt ilyen orosz laktanyaszerű valami. Tehát igen. Azért ne egy Heathrow-ra gondolj, tehát hogy mindenhol áll sarkánytávra. Fél órás kavarodás és eltévedés és magányosan áldogálás a sötétben, hogy most vajon merre menjek, mindenfelé 4 elágazás, betonutak, ösvény, erdei utak, nem tudom. A fények alapján visszataláltam hozzátok. Nem volt kellemetlen bemenni. Aha. És eljátszani, hogy itt hagytam valamit, csak azért jöttem vissza. Gondolom. Mondom, valaki kivinne, valaki megtenni, hogy kiviszi, nem. Fél órát bolyongtam. Fél órán keresztül nem találtam ki a reptéről. Már ott voltam, hogy végem van, kész. Megtaláltok itt éjjel halva. Semmi. Lámpák nincsenek, senki. Semmi ember igen. Nem jár arra. Egy akkora terület, én nem láttam még ekkora repteret. Ez egy katalai repülőtér volt régen, és bizonyos részei ugye fel vannak újítva, meg rendben vannak szedve, és akkor azokat így használják, de az összes többi az nem. Meg repülőtér, érted? Nem autópálya. Nem, repülővel jönnek. Ja, tényleg. Érted? Tök hát akkor kocsisok minek? Föntről kell, hogy jól kinézzen. Én nem tudom, hogy itt valaki felszáll a repülővel, mert a beton az úgy néz ki, hogy tolt beton, fekete csík, beton, fekete csík, ez a kátrány csík. Tehát ott kimegy egy repülő, az letért 5 perc után. Tehát én nem tudom, hogy a srác, aki engem hazavitt, kiment az autóba, beült. Én kimentem, és nem találtam meg, és vissza kellett jönnie, mert olyan rohadt nagy sötét volt, hogy már az épülettől 2 méterre nem lehetett látni semmit. Beült az autóba, én meg kimentem, és ott bolyongtam, hogy vajon hol lehet, és visszajött. És akkor én hirtelen felbukkant előtte valaki. Itt vagyok el, és üljön be az autóba. Úristen, mondom. Na, de ti akkor kitaláltatok egyből. Ki?
Na jó van akkor. Szóval ez volt hétvége. Hétvége jó volt? Én dolgoztam végig. Igen? Na. Úgyhogy. Mit melóztál? Még milyen mindenféle. Családi nap. Ki most tettük, azt mozogatják, az most kell. Igen, igen. Hát ilyenkor ősszel, figyelj, szeptemberben mindenki erre gyúr. Családi nap, az most jó. Miért nagyon jó kis hát nem széges, azt mondom, hogy ez kell most. Családi nap. Pucilnak benneteket. Kelet-fekete-fehér, igen, nemet játszanom. Nagyon jó volt, hogy fél órán keresztül tudod, minél többen verjük meg a Rákóczit játék volt, de kiálltam értetek is. Így küzdöttél? Így küzdöttem, a 15-ből kettőtől kaptam ki. 15-en voltak 15 ott. Játékos. Nem 15-en voltak a rendezvényen. Voltak ja. A rendezvényen, az egész cég ott volt, meg a családjuk is, csak játszani ennyien játszott. De a minőség a lényeg, nem a mennyiség. És mondtam, hogy ez most ilyen. Jó ember volt, akkor én azt mondom. Nagyon jó ember. Na. Nagyon jó ember voltak, csak a Balázs puszilták most már. Úgyhogy ennyi, én melóztam. Viszont van kicsit a focira visszatérve egy nagyon komoly veszélyfaktor, mert a Feröer-szigetekkel is fogunk játszani. Ajjaj, baj van. Baj van. Ők, valaki felkészült? Ők viking ivadékok, úgyhogy ott azért szerintem ott vigyáznunk kell. Hát gyerekek, az legalább 150 aktív játékos, már hogyha... Igazolt mi? Ha, igen, ha abból indulunk ki, hogy hány embernek van otthon labdája. Igen. Na jó van. Mi lett a múlt héten végül? Hogy zártunk? 3-2-re a hallgatók nyertek az utolsó szépen, napban. Kényelmesen. 2-2-t engedtünk el csütörtökön. Elvesztettük ezt a hetet? Aha. Hát jó, de még mindig 20-10 valamennyi. Igen, van 20-13 vagy 20-14, Anna írt egy ilyen összesítést. Jól van, meghallgatjuk a híreket Ákostól. Jó. És közben pedig mondom, hogy lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t. Jó, arcoskodhat is egy picit, belefér így a hétfő reggelbe, egészen nyugodtan. Jön Ákos, Andrenki sem milyen. Igen, kihúzzuk a zsebkendőt az órába, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 53 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, új hírolvasotok van, kérdezi valaki. Igen, hát ismeretlen. Ismeretlen hang. Szegény Ákos egy picit megfázott. Ákos bátya bejött egy kicsit segíteni nekünk. Igen, szegényként. Korábban mutált, mint az öccse. Igen. M5-esen Budapest felé harckocsi konvoj. Akrobata 4 küldte nekünk. M3-as Miskolc irányában 38-as Kavicsnál a belső felezőnél jókor a Szarvas Aluca örök álmát. Oh. Atyaisten. Ezt Jenci küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez Bagnában egészen pontosan az M3-ason, igen. Szarvas elütve a belső sávban. Se egy kocsi, se egy semmi, csak a szarvas fekszik ott. Hát csak pihen. Lefeküdt. Elaludt szegény. Elaludt, igen. Azt nézem, hogy van-e még valami. Igen, ezt a szarvas, ezt sokan elküldték, ez valóban ott van még. De jelen pillanatban ennyi. Tulajdonképpen. Jó, nincs több közlekedésünk. Azt mondja, hogy a Lenkély beszélt egy tévéműsorban. Igen, ezt most nem tudjuk tisztázni, de az SMS-t köszönjük. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szétlesztek tépve. Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Az ránk fér. Hello, jó reggelt! Azt mondja, hogy már nem. Misi, hello, Misi! Sziasztok! Hello, honnan hívsz minket, Misi? Kérlek szépen, Porosháza feltartok éppen, de félreálltam, hogy tudjak játszani, és rátok tudjak koncentrálni teljesen. Orosháza felé. Mi dolgozol? Területi képviselő vagyok. Azt hiszem, hogy annyit szabad mondanom, hogy magyarult árulok. Magyarót. Hát ennél még akár többet is szabad mondani. Persze, magyarót, ja, ilyen éttermekben, meg ilyen... Nem? Zacsist. Aha. Már három. Figyelj, már 5-ször annyit elárultál, mint amennyit az első körben. Igen, nagyon titokzatosan indult ez a beszélgetés, de aztán... Az ízesítésről esetleg valamit? Minden további nélkül. Na. Sós, vajás, sajtos... És chilis. Tessék, hogy megnyíltál? Elnyertük a bizalmát, Misi. Ennyi. Egy perc alatt kiszedtünk belőle mindent, igen. Ki legyen, Misi, akivel játszani szeretnél? Ki az illető? Balázsra szeretnék. Kezdjük el a hetet, azt mondod? Igen. Jól van. Nyertem egyáltalán a múlt héten? Talán egyet is? Egyet, talán, igen. Egyet behúztam? Igen. Nem sok. Az utóbbi hónapokhoz képest ez nem sok.
Na de majd. Az nem. Na nem az utóbbi most. Hónapokhoz képest sok, mert akkor viszont egyet se nyertél. Ez igaz. Ahhoz képest ez egy erősen javuló. Nem akartalak letörni, de szerintem ahhoz képest te nagyon jól állsz. Igen, ez egy erősen javuló tendencia. Oké. Mehetünk? Figyelek, mehetünk. Én is figyelek, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Szeretnék kérdezni? Szeretnék. Hogy telt a hétvége? Kérlek szépen, a hétvége szombaton forgattam Janival. Egészen sokat voltunk együtt. Majdnem 12 óra. Janival? Tessék? Janival? Janival, így van. És te mit csináltál? Akkor, most megy a játék? Megy, persze. Szuper. Mit csináltál hétvégén? Pihisztán. Akkor ti dolgoztatok? Dolgoztunk szombaton, aztán vasárnap pihentem egy kicsit, így van. Remek. Hétvégén is dolgozol? Nem. Hát gyerekek, akkor azt gondolom, hogy... Hát... Ne. Órá legál. Tanácskozás. Uh-huh. Állítsd meg az órát. Majdnem. Ez most mi volt? Hát ez azért, valljuk őszintén, ez nem nenek indult. Tehát a véget ezt elharaptad, de... Mit mond a játékosunk? Hogy érezted? Kimondtad? Nem mondtam ki a nemet, az tény. Az is igaz viszont, hogy nekilendültem. Hát igen, uh-huh. Igen. Ez egy ilyen nem... Igen. Hát ez... Ha három betűből áll, és abból kettő kín volt, akkor több, mint a fele kín. És a harmadiknak is az eleje. Igen. Az igaz, de viszont a tények makas dolgok, amik azt mondatják, hogy nem mondtam ki. Aha. Hát, Misikém, ezt nem tudjuk megadni. Például a hármas ugrásnál, amikor nekifutnak az atléták, és mondjuk nem lépnek át teljesen a vonalon, hanem csak a cipőjük orra lóg át, akkor szerinted az belépett, vagy nem lépett be? Igen. Az belépett, viszont hogyha elkezdi az ugrást, és nem fejezi be, akkor nem ugrat. Aha. Uh-huh. Jó, hát elő azért szigorúbbak vagyunk, igen. Én a helyedben Brüsszelhez fordulnék. Oké. Okay. Van már pár, mert megy. Igen, annak már pár. Amúgy. Igen, figyelj, ez kim volt, igen. Igen. Nekem okay. Azt mondja valaki, volt egy nemem, nekem nem nemem volt, nekem egy majdnemem volt, igen. De hát most abban maradtunk, hogy akkor azokat azért lehet. Én mondtam egy majdnemet, igen, de hát az nem. Nem. Végülis ebben maradtunk egy pár hete. Nem volt ez egy rossz játék, jól játszottál, nem. Csak kicsit kapkodtál a végén, és aztán mennyi lett volna, mikor állítottad meg az órát? 20 másodperc? 35-40 másodperc körül volt, és volt benne például egy brilliáns visszakérdezésed, azt imádtam, hogy megy már a játék. Azt igen. Az nagyon jó volt, az ügyes volt. Szép volt, de nem, ezt így nem tudjuk. Ügyes, de hatástalan. Nem tudjuk megadni, Misi. Mondhatnék még egy pár szót, Janinak szeretnék mondani, hogy meg szeretném köszönni a geocaching témát. Hogy valamikor adásba beszéltetek róla, és mi is elkezdtünk geocachingelni, és élvezzük. Na, nagyon szívesen, örülök neki, hogyha így sikerül kedvet csinálom dolgokhoz, amiket én is élvezek. Egyszer én is elrejtek egy lábát. De persze, jó. Addig álljatok fél lábon. Igen. Ott az elveszi a kedveteket a geocaching. Már menned is kell, ugye? Inkább nem. Misi azt a ládát azt ne keresd meg, jó? Majd arra külön felhívjuk a figyelmet, hogy az el van aklásítva. Ciao, hello. Igen. Na. Igen. Szóval, hogy gyerekek... Hát egy ide. Egy ide, igen. Én mondtam továbbra is, hogy ne írjátok meg az SMS-t, hogy kimondtam, mert hogy én majdnemet mondtam. Az pedig ugye nem számít nemnek. Legalábbis ebben maradtunk. Ha nem igen, igen csak, és a majdnemek világából most elmondtuk, hogy akkor csak az igen, a nem, a fekete és a fehér. Uh-huh. Az, ami tiltott szó. Én majdnemet mondtam. Akkor gyerekek, 1-0. Bizony. Uh-huh. Hát? Bizony. Hát azért nyomjuk a gombot. Hát azért. Hát ami jár, az jár. Halló. Érted? Ezt már senki nem veheti el tőled. Gyerekek. Ez a hétfő a tiéd. Nézd meg, hogy oda csaptam. Tessék. Kis sebzett madárként itt bicegek, és paf, hirtelen. Érted? Lecsapott. Azonnal. Szárnyad, megadtam, de lecsapott. Megadtam, érted a kezdő hangot. Most már ti jöttök 4 napon keresztül. Ja. Ennyi tudtam hozzátenni a héthez. 7 óra van, pontosan jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra van, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, vannak friss közlekedési híreink. A budai alsó rakparton az Erzsébet híd és a Lánchíd között a rendőrei igazoltatnak mindkét irányból. Szednek ki autókat, emiatt kicsit arra szól a forgalom, ezt Q küldte nekünk. Aztán a 10-esen Pest felé a Madaras Tesco-nál áll a sor vége, ezt Ori Peti küldte. Egy Alfa lerobbant az M3-as bevezetőjén a belső sávban. Bocsveri. Oh, Z küldte nekünk. Az M3-as lehet, hogy emiatt, de hogy a bevezető végig be van állva, de nekem még így is szép napom van. Bandi, aki szép, küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bandi, aki szép. És M5-ös Budapest felé harckocsi kombo, igen, ezt Akrobata 4 küldte nekünk.
Támogassa ön is foci tudása 1%-ával a magyar foci válogatottat. Jött egy ilyen SMS. Az a baj, hogy ezt csak jövőre írják majd jóvá. Hát ez az. Bizony. Hát akkor még kiutatunk. Aha. Majd egy újabb VB-re, nem? Uh-huh. Akkor már az EB nem lesz téma. Igen. Mit szóltok Djokovic Federer bukásához? Erről korán reggel már elég hosszan beszéltünk. Így van. Igen. Nem kínoznánk még egyszer azokat, akik esetleg kevésbé vevők. Nem mennék bele még egyszer a fejtegetésbe, hogy ennek tulajdonképpen mi az oka. És igen, viszont megtettük tétjeinket Nishikori Csillics ellen. Tüzecskével, ugye? Játékpénzzel, meg persze. Igazi pénzzel is. Így van, különböző természetesen. Fogadási oldalakon. Igen. Ákos, kitartás, jobbulást, ezt Niki küldtem. Igen, Ákosunk szegényként megfázott, valamilyen társaságban volt, és ott néhányan nem értettek a klímakapcsolóhoz. Nem, félreértették, hogy kell használni a klímát. És picit túltolták a klímát. Igen. De megkértük Zsült, hogy egész délelőtt lehelje. Rende fog jönni. Ez szegény Ákos. Rende fog jönni. Igen. A szomszédom befogadott egy kóbor kutyát. Írja nekünk egy hallgató. Tegnap megállapította, hogy a kutya nem ért magyarul. Ezért egy olasz szótárral a kezében vejzeny szavakat skandált a kutyának. A kutya este megszökött. Oh. Lehet, hogy nekem is el kellene adnom a házat. De van ilyen, aki azt mondja, hogy ez egy kutya olasz, és várjál. Mi látszik vajon? Várjál meg, mi látszik, hogy olasz a kutya? Szereti a pármai sonkát. Aha, értem. De azt szerintem egy magyar kutya is szereti. Hát azt nem, mi látszik, nem tudom. Hát miért nem francia szótárt vett elő? Én imádom az ilyen történeteket. Egy olasz szótár a kezében elkezdesz vezényszavakat mondani a kutyának. De a kutya megszökött, valamit félreértett. Megkérdezzük. Hello. Hello Balázs, Morning Show, hello. Mit tudom meglepetés. Hello, lehakít az picit minket. Aha. Na, viszont ja, meglepetés. Most megszakadt, vagy letette? Megpróbál még egyszer? Na, úgy tűnt, hogy örül, nem? Igen, nagyon. Na. Na már ne, csak ez a... Ki van kapcsolva, nem? Ne, újra csörög. És soha nem. Megszakadt. Na, megszakadt, igen, vagy. Hello. Hello. Ez igaz ez a történet, amit írtál? Tessék? Ez igaz ez a sztori, amit írt? Abszolút. Abszolút, reggel füvet nyírtam, és nem tudtam mire vérni a szomszédot, mit magyaráz a kutyának. És megkérdeztem, és akkor elmondta ezt, hogy a kutya nem tud magyarul, szerinte. Aha, mert nem jön ide, nem jön lábhoz. Ne, igen, nem ül, nem fekszik, nem csinál semmit, ezért markolt egy olasz szótárt, és elkezdett neki vezényszavakat. És még... azt értette, hogy buongiorno? Nem tudom, én akkor pánikszerűen bementem. És miért olasz? Miért olasz? Nápolyi masztif, vagy mi? Egy káne korzó, és akkor így... Nem tudom, talán csak egy olasz szót erre volt, semmi más. Aha. De ezt nem tudtam, mire. És a kutya milyen típusú kutya volt? Mi volt? Egy ilyen utcai vegyes. Egy utcai vegyes. A szomszédod azért nem gyenge, és megfejtette, hogy valószínű ez a kutya, ez olasz. Igen, és ez a kutya meglépett. Akkor nem olasz volt. Igen, nem volt olasz. És miket mondott neki, vagy mit csinál? Nem tudom. Próbáltam nem odafigyelni, de nem tudtam nem odafigyelni. De hallottad, hogy olaszul mond neki különböző vezényszavakat? Nem, kérdeztem, hogy most mit csinál. És akkor mondta, hogy szerinte olasz, és akkor... Atya úristen. És a kutya este meg is lépett? Este letaposott. Aha, nem bírta. Valószínűleg nem bírta. Nem. Fura szomszéd egyébként? Hát ezek után igen. De egyébként hát egy ilyen csodabogár. De nem tudtam, hogy ennyire. Figyelj, én imádom az ilyen embereket. Egyébként tényleg. Tehát aki vesz egy olasz szótárt és olaszul kezd beszélni a kutyához, mert ő megfejti, hogy valószínűleg ez a kutya olasz. Hát nem mond, hogy nem jó arc. És honnan tudod, hogy meglépett a kutya? Mondta, vagy láttad? Mondta, hogy szegény kutya meglépett. Keresték a faluban, de a kutya, ha jól tudom, nem lett meg. Szegényként, te jó Isten. Hát azóta már lehet, hogy valahogy egy német tanárnál van. Igen, ott próbálkoznak. Olaszul már tudok, megyek tovább. Igen, az olasz már megtanultam. Igen. Te mit csinálsz egyébként, mivel foglalkozom? Járműjavítással foglalkozom, megértékesítéssel. Ha? Autónepper vagy? Épp munkába tartok. Tessék? Autónepper vagy?
Nem. Figyelj, az igaz, most jött ki a múlt héten egy közlemény, gyerekek, hogy az összes magyarországi használt autó visszatekerődik kilométer órában. Te csinálod? Nem, akkor nem. Kamionnak hagyj, igen, elhúzzuk az időt, igen, hogy direkt igen, be pacekba, hagyj kérdezzük meg, te is csinálod? Így van, ne kerülgessük a forrókását. És kamionoknál is tekernek, vagy ott nem bírod? Nem tekerünk. Aha. Már nem ti, hanem általánosságban. Azok, akik. Nem tudok róla. Aha. Ott ritkábban. Ott figyelj, ott benne van egy, mit tudom én, egy Otego vagy valami, egy másfél millió kilométer. Több helyen benne van ez a kilométer, 800 ezerre viszik, még mindig jobb. Nincs olyan nagy jelentőség, ezek úgy elmennek 2 milliót, mint a húzat egyébként. Tehát egy picit más, az autónál ezt keményről érdemes beszélni egyébként, igen. Hogy ott mindenki teker. Elvileg már büntetik elég komolyan. Csak hát... És hogyha átírás van, meg hogyha műszaki vizsga, akkor ugye regisztre fel is írják, hogy mennyi a kilométer óra állás. Tehát a hivatalban, amikor neked lejár a műszaki, hogy elviszed, azt ők beírják. Na most ott hogy tekersz akkor? Előtte. Ja, hogy előtte gyorsan. Ájj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 
beszélünk erről. Penge Boris, köszi, hogy írtál nekünk, ez vicces volt ez az SMS, szerettük. Ciao, csókoltatjuk a szomszédot. Ciao, amici. Zászvidány. Ciao, hello. Imádom gyerekek. Olaszul magyarázni futjának. Szóval, hogy az autó, igen, a visszatekerés. Ez egy nagyon kemény téma. Ezt ugye próbálják most szabályozni, hogy büntetik tulajdonképpen. Hány százalék volt a cikk? Vagy mit mondtak, hogy az a magyar autók... A használt autóknak a 90%-a visszatekert. Még most is 90. Tehát amit te megveszel, az valószínűleg egy 10-20-30-50 ezer kilométerre kevesebben. Azért az erős. Nagyon komoly. Hát és ugye kevés olyan eset van, amikor mondjuk szétkapatják a motort a szerelővel, hogy megnézzék, hogy mennyire van az elkopva. Tehát, hogy nem, általában nem ezekre a jegyekre szoktak odafigyelni a vásárlók. Nem nagyon nem tudod tudsz, egyébként, mert... az ritkán lehet a kopásból, olyan sok dolgot nem tudsz megmondani. Ezek, tehát egy autó ilyen 80-100 ezernél már nem is a motor miatt esik szét, ha csak nem lett dugattyúsra hajtva, mert mondjuk kettesen fullgázon mentek vele a 6000-es fordulattal, mint tudom, 4 éven keresztül, akkor azért az ott olyan nagyon nem megy el. Tehát ezeknek a nagy kamionoknak, hát mérnek egy kompressziót a motorba, figyelj, az gramra, percre pontosan ugyanannyit mutat. Tehát ezek már ott motorilag nem nagyon mennek szét. Azt nem tudom, hogy most is csinálgatják-e, de azt tudom, hogy ha fölmész az internetre, ott vannak olyanok, akik erre szakosodnak, illetve tulajdonképpen bármelyik szervizbe. De ezt a professzorelő az nem mondja meg, hogyha oda viszed hozzá a személyautót, vagy őt oda viszed az autóhoz, még mielőtt megvásárolnád a kereskedőhöz, és akkor alánéz, belenéz, és akkor semmit. Azt mondja, hogy gyerekek. Nincs nagy különbség egy autó 80 ezernél, még 110 ezernél, és azért az 30-at visszavesz ebben, azt mondja, hogy éli használatot megsporolsz. Ráadásul a régen ugye ezek ugye hát a tekerősek, azért azt nem mondod meg. Ma már azért a számítógépnél tárolja egy-két jobb autóba, hogy hozzányúlhattak, de olyan profi komputerekkel csinálják, hogy az egészet visszateszik. Tehát hogy én nem hallottam igen autóról, amit ne lehetett volna akár komputerrel visszatekerni. Érdemes meg, ami tök fontos, hogy, bocsánat, hogy lélektani határ van. Tehát, hogy 100 ezer alatt megveszed az autót, 110-nél már nem veszed meg. Tehát, hogy ezért ér, és akkor csak 20 ezeret visszateker, vagy 30-at, 80-ra, és már. Nagyjából lehet következni, hogy egy autónak mi a reális, tehát azzal számos, hogy még nem taxinak használták, és másfél év alatt belepörgettek 500 000 kilométert, ugye taxikat is így adták el régen. Visszarendszámozás, stb. És egy 250-ről betekerték, mit tudom én, egy 110-re. Azért az egy 8 éves autónál, vagy 7 éves autónál egy 110 az elég reális. A 250-nél azért már úgy szívoda, hogy megkímélt. Szívoda fogad, igen. De nem nagyon tudod ezt észrevenni. Azt észre lehet, hogy mondjuk 80 helyett van benne 300. Tehát, hogy talán. De hogy azért ezeket baromi nehéz így. Tehát akkor nem is érdemes erre odafigyelni. Tehát akkor tényleg csak az alapján, amit mondjuk egy szerelő, egy hozzáértő ember mond az autóról, az alapján érdemes megvenni a kocsit, tehát nem érdemes az órára odafigyelni pont ezért. Hát az évszám vagy az évjárat alapján nagyjából meg lehet nézni, hogy reális-e az a kilométer. Reális. De mondjuk ezt az autót külföldről hozták, érted? Nyugdíjas bácsi volt, keveset használ, nem dohányzó, 4000 kilométerrel igen van benne, de mit tudom én, hát minden tulajdonostól. Igen, garázsban tartott, tudod, annak ezek a klasszikus nem dohányzó, második autó, keveset hajtott, igen, garázsban tartott autó. És akkor beülsz az autóba, és akkor mi ez? Bocsánat, egy dohány illatú Wunderbaumot használtak 10 éven keresztül? Miért van itt ilyen? De régen szemrebbenés nélkül. Tehát ez a 200-250-ről tényleg vissza 100-110-re, tehát százak úgy tekertek vissza, mint a húzat. Most is egyébként bemész, és adsz valakinek 25 ezer fontot, az visszatekeri neked. Ha komputer kell hozzá, akkor már azt csak bizonyos szakik csinálják. Most visszatekerni egy simát, ahol még ugye nem számítógép jelzi. Meg egy perc alatt, persze. Mennyit szeretne? Egy perc alatt. 75 ezer, tét, már kész is. Igen. Valaki azt írja, hogy nem visszatekercsék, csak átfordultak már a kilométer órára. Hogy túl sokat mentél. Az milyen szív, igen. Van egy hallgatónk a vonalban. Hello Zsolt, jó reggelt!
Szép öreget kívánok. Hello. Na, ez hirtelen jött ez a téma, de nagyon érdekes, hogy nyilván mindenkinek van erről tapasztalata. Neked tekertek vissza, vagy esetleg te tekertél? Hát nem, hát ez úgy történt, hogy vettem egy autót, aztán elvittem átiratni, és a önkormányzatnál kérdezik, hogy hát milyen szám szerepel itt a kilométer óra állásnál. Hát mondom, 157 ezer. Mondja a hölgy, hogy hát ez kizárt dolog. Hogy kizárt dolog? Hát jöjjön ki, nézze meg. Azt mondja, hogy hát ő nem foglalkozik vele, de az autó le volt vizsgáztatva valamikor 183 ezerrel, aztán akkor, amikor autókereskedésnek javaslták, akkor kb. 190 ezer volt benne. Tud nekem valami papírt adni? Hát végül is sikerült kialkudnom egy ilyen papírt, visszamentem az autókereskedőhöz, illetve bocsánat, nem mentem vissza még akkor az autókereskedőhöz, hanem hogy a eredetiség vizsgálatnál adnak egy papírt, ami a régi tulajdonos a lakcíme rajta van, elmentem hozzá, megkérdeztem tőle, hogy hát, mégis mennyivel adta az autót, mondta, hogy 190 ezer környékén. Mondom, eltűntél egy picit, Isza, 190 ezer környékén, igen. Kérdeztem tőle, hogy van-e egy adásvételi szerződés, másolat tud nekem adni. Azt a persze természetesen adott egy adásvételi másolatot, visszamentem az autókereskedőhöz, és mondta neki, hogy hát van egy kis probléma az autóval. És akkor mondja, hogy mi? Hát mondom azt, hogy kicsit vissza lett tekerve az óra. Aztán mindenki azt ír, amit akar, önkormányzat, csak mondom, van egy másik probléma ezzel, hogy itt van két adásvételi szerződés, ami megvettétek az autót. 157-tel meg, amin eladtátok, vagy illetve 190-nel, bocsánat, és amin eladtátok nekem 190-nel. Hát nem is foglalkozott, azt mondom, hogy bíróságon találkozom. Hát megtettem a feljelentést rendőrségen, stb. Az igazságügyi szakértőt fogadtak a rendőrök, megállapították, hogy mit tudom én, 70-80 ezer forinttal körülbelül kevesebbet ér az autó, mint a tényleges, és ezek után az ügyészség az elutasította a keresetet, mert hogy nem lehetett bebizonyítani, hogy ennél a bizonyos cégnél személy szerint ki volt az, aki visszatekerte az órát. Aha, tehát, hogy nem tudták megmondani. Te jó Isten! Így van. És akkor elbuktad a pert tulajdonképpen. Hát perc se lett ebből az egészből, mert mondom, az ügyesség egyből elutasította. Az, ami egy érdekes dolog, mert úgy gondolom, hogy a KFT ennek a vezetője az egyetemlegesen felel, hogy mondom, a dolgokért, ami a KFT-től. Atyaisten, és hát rengeteg ilyen sztorink van még, igen, írják a hallgatók egyébként. Tehát hogy a pénteken is beszéltetek erről a témáról, vagy csütörtökön, most már nem emlékszem, és ugye eszembe jutott, hogy illetve nem is beszéltetek, hanem a hírekben volt, és hát mondom, ez valami szörnyű, hogy azt mondják, hogy kevésre derül fél, hát ezért derül kevésre fél. Igen, hát még mit kellett volna odavinned ahhoz, hogy elhiggyék, hogy neked van igazad. Igen. Ez így van, megfogtam, panaszt tettem, akkor azt is elutasította az ügyészség. Tehát nagyon érdekes dolog ez, hogy végül is valóban, hogyha egy ilyen autókereskedésből vesz az ember autót, akkor... Hát a kereskedés, ott vannak a nagy trükkök, igen. De más kérdés, nem csak a kereskedők tehetnek erről, igen, szerintem maga a vevő is egy kicsit sokszor hülye. Abból a szempontból, hogy elvárás, hogy egy 10 éves autóban még mindig 40 ezer kilométer legyen. Tehát szerintem a vevő is sokszor rosszul gondolkodik. Egyébként. Zsolt, köszi, végül, hogy elmondtad. Végül is ebben végül csak annyit, hogy ez nem egy fiatal autó, egy 7 éves autó volt, tehát abszolút reálisnak lehet venni ezt a 160 ezer körüli kilométert. Hát igen, azt mondjuk, hogy pont jól elkapták a lélektani határt. Igen, köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Szóval, igen, ez érdekes, mert hogy tulajdonképpen a vevő is azért hülye, szerintem. Ő is elvárja, hogy ez az autóban, mit tudom, hány éves, 10, mennyi van benne, 80 ezer, akkor jó lesz. Hát miért lenne egy 10 éves autóban 80 ezer kilométer? Mert második autó volt, keveset használták. De ez baromság, hát ez nem így van, nem tudsz egy autóba. Az azt jelenti, hogy évente 8 ezer kilométert kéne beletened, az nem lehet, ez nem reális. Azért, mert van egy piaci igény, azért ne csesszük már át az embereket, mert az a piaci igény, hogy kis kilométeres autót akarsz venni, kevés kilométer. De na, itt gondolkozik rosszul maga a fogyasztó is, érted? Használtan, 8 évesen nem veszel kevés kilométerrel autót. Ami nem azt jelenti, hogy ez feljogosítja a kereskedőt arra, hogy visszatekerjék, és rohadék, aki szerintem ilyet csinál, és így vágját az embert, hogy visszatekeri, és tök jó, hogy ezeket most már azért elég komolyan büntetik, anyagilag is, meg minden máshogy, de hogy maga a vevő is rosszul gondolkodik szerintem sokszor. Nem reális, hogy 8-10 éves autókban csak olyan autót veszek, ami mit tudom, 60 ezer kilométer van benne. Tehát nyilván nem azt mondom, hogy az igény miatt tekerik, de sokszor rosszul gondolkodnak a vevők is.
hogy elhiszed abban. Hogy, igen, hogy meg abban olyan autót akarsz, igen, ez hát nem egy új autó, hát benne van ezekben 120, 160, 170 ezer kilométer, nyilván nem vesz meg senki mondjuk egy autót 250 ezer kilométerrel, de nem veszel meg egy 6-8 éves autót, mint tudom én, 45 ezer kilométerrel, az nem reális, és te mégis azt akarod benne látni, és elhiszed, hogy tényleg annyi van benne, és megveszed. Jó, csak tudod? Akkor ez innentől nem azt jelenti, hogy te vagy a hibás. Csalás. Hát há, hogy így van, átverés az egész, azért, mert ő meg azt mondja, hogy ja, ha neked ez kell, akkor csinálok neked ilyet. Ez olyan értem, na csak azt mondom, hogy sokszor a vevő is, tehát ez a vevő is más országokban nem mindig megy ez a tekerés. Hát nem vesznek használt kocsit. Nem is az, hogy nem vesznek használt autót, pontosan tudják, hogy figyelj, egy 10 éves autóban van 210 000 km, attól az autó az még lehet tök jó. Nem attól jó az autó, hogy most visszatekerte valaki 40 ezer. Én tényleg azt nem értem benne, hogyha oké, van egy ilyen elvárás, lehet, hogy ez naív, meg lehet, hogy tényleg csak egy ábrád részéről, hogy azt szeretné, hogy ebbe az autóban ennyi kilométer. De akkor miért nem bízza egy olyan ember az autónak az átvizsgálását, vagy miért nem nézeti meg egy olyan autóval, mielőtt meg, vagy egy szerelővel mondjuk, vagy egy szakértővel, az autót mielőtt megvásárolna, aki ért hozzá, aki megmondaná ezt, amit te mondasz. Mert én nem értek. Hát hogy én nem értek hozzá, tehát hogy vannak, hogy nyilván vannak olyan kilométer számok, amik irreálisak mondjuk egy 10 éves autó, vagy egy 7 éves autó esetében. Nyilván használat nem értek függő, hozzá, nem lehet átlagot mondani. Nem tehát értek hozzá, akkor keveset használja, van aki. Szólok egy szerelőnek, menjen oda, nézze meg, belenéz az autóba, látja, hogy ennyi kilométer van benne, csak azt mondja, hogy figyelj, szerintem ez nec. Ez nec, mert hogy ebbe az autó biztos, hogy többnek kell lenni, amit te is mondtál, ezt a szerelő csak meg tudja mondani. Hogy miért nem mennek oda egy szakemberre? Mert az pénzbe kerül a szakember kihívása. Ennyi. Tehát veszel egy autót 250 ezer forintért, és a szerelő azt mondja, hogy oké, uram, én kimegyek, de az 10 ezer forintjába kerül, mert nekem addig nem ketyek benne a műhelyem, ki kell mennem megnézni, a szaktudásom az 10 rúgó. Ezt mondja. Én vettem kereskedésből autót, én nekem mindig megnyugtatott, hanem több kilométert láttam benne. Tehát az volt gyanús, amikor azt láttad, hogy jaj, tudod, tehát hogy kevés, furán kevés a kilométer. Ha van be, azt láttad, hogy van benne, mint tudom, 130 ezer kilométer, és az autó volt mondjuk, nem tudom, 4 éves, vagy volt benne 150 ezer kilométer. 5 éves, 350 ezer kilométer. Ez az végül megtaláltam. Ez legalább használtam. Fél éves autó eladó 1,5 millió kilométerre. Mi volt azok, hogy hova volt a Holdra? Tehát szerintem a kilométer megnyugtatóbb, mint a kevés kilométer. Tehát kevés kilométerrel akarsz autót venni, akkor szerintem te naív autóvásárló vagy. Tehát szerintem egy idő után már, aki rutinos autóvásárló vagy sok autója volt, megnyugtat az, ha kereskedésbe veszed, és sok kilométert látsz benne, mert azt gondolod, hogy de jó, legalább tudom. Minimum ennyi van benne, én ezt szoktam mondani. Tehát mert látsz egy autót még 140 ezerre, akkor annyit tudsz a kereskedésből, hogy ez minimum benne van. Erre az egyre tudsz gondolni, semmi más. Igen, tehát téged viszont 300 ezerrel vertek át, mert 400 volt tekerték vissza. Ez is lehet, de én arra azt mondom, hogy minimum, akkor legalább 140-ről már tudunk. Induljunk ki a 140-ből. Ne azt nézzük, érted, hogy hú, sok a 140. Akarunk autót minimum 140 ezer kilométerrel venni? Vagy nem akarunk autót venni 140 ezer kilométerrel? Most lehet, hogy elindítottál egy trendet. Az orák előre tekerését. Hallgatnak minket, én őszintén simlisek, és azt mondják, hogy hallott? Józsi, jaj, ne vissza előre! Toljába nagy 20 ezret! Jó van, na, király, oké, na. Most ezt nyalják be! Hidd el, hogy megnyugtatóbb. Látsz egy 8 éves, mit tudom én, Toyotát, és van benne 70 ezer kilométer, és áll egy kereskedésben 8 éves Toyota, nem tudom, Corolla 70 ezer kilométerrel, hát azért ott még további kérdéseket lehetne feltenni. Látsz egy mondjuk egy 6 éves kocsit mondjuk 160 ezerrel, vagy 150 ezer kilométerrel, azt mondod, hogy nagy baj. Nagy baj itt már nem lehet. Minimum. Minimum annyi benne van. Nagyon érdekes SMS-ek jönnek egyébként. Azt írta valaki, hogy ő eladott egy autót, és vettem egy új autót, eladtam 4 év múlva, volt benne 193 ezer kilométer, visszatekertem 123 ezerre. Aha, igen. Reális tekerés egyébként, megvette. Nem mondj már ilyet, hogy reális tekerés, kérlek, nem mondd ezt, nincs. Arra mondom, ilyen, hogy nem volt túl mohó. Tehát 193-ból 120 az nagyon szép, 193-ról letekerni 90-re rohadt aljasság. Ez is rohadt személyiség, szerintem mindenki, aki teker, az rohadjon meg, mert átvégni így egy embert, az rohadékság. De nem volt túl mohó. Finoman 193-ra, 123-ra rohadékság. Szerintem tekerni rohadékság. Nem volt aránytévesztés. És az is rohadék, aki csinálja, bár ebben van 50 ezer forintot, ő ezen keres, hogy 30-at, de szerintem így pénzt keresi, rohadékság. Megvette egy kereskedést, 123 ezer kilométerre tekerte vissza, megvette egy kereskedést, és két nap múlva fenn volt a neten 67 ezer kilométerre. Na, az durva.
Na jó, de hát a kereskedő az már csak 123-ról tekerte, érted? Igen. Ő már nem 197-ről tekerte. Ez szerintem ez mindennek az alja, amikor tényleg úgy veszel egy autót. És itt a kereskedők egyébként, én tudok olyan sztorikat, hogy itt nem ilyen 30-40 ezreket tekernek, tehát hozzák be ezeket a félre használt autókat, vagy régebben ugye Németországból, és Németországban azért úgy beleteszel egy 2-250-et. És ilyen 250-ről úgy lehozzák 90-re, azért az milyen? Szemreben is. Mennyi van benne barikám? Vegyük meg ezt, Bélukám, nagyon jó, van benne 75 000, és nem alig tudod, használt. Hogy 260 000-ről teket, tehát beül a kereskedő is, és szemrebelés nélkül, nyilván nem mindenki. Hm. Na, akkor 200-at vegyél le róla, és kipolírozzák a kocsit, úgy néz ki, hogy megszólal. Kitakarítják, és ott van. Picit nyomja a farkcsontomat ez a kiálló rugó itt az ülésben, de egyébként ez a 90 000 kilométer, ez nagyon meggyőző. Ja, és ha olyan a kárpit, akkor még 20 000-ért teszel rá két első kárpitot, és meg vagy oldva. Tehát lehet nézni a fékpedált, meg vannak ilyen trükkök, azt hogy nézd meg a pedálokat, jelni. Mennyire van kikopva, meg minden. Na most ez, tehát ez szerintem ez... Hát engem két ő a vadonatúj pólóhúzattal érted. Bármikor. Hát, trikós, elmondom, ember, hogy? Elmondom neked, hogy neked beraknának egy fagolyós hátmaszírozót. Igen. Fagolyós hátmaszírozót. Azt a kocsit úgy megvennéd 4,5 millió kilométerre, ha nem mennék el veled, és nem nézni meg. Aranyszíni Forte modell a sebváltogomba. Lenne egy nem tudom, egy slézi teniszlabda a vonóhorgon, és egy ilyen izé, lovaskocsi benne, egy ilyen nem tudom, tudod miben, neked az imádnád. Figyelj. Bali. Fagolyos hátmaszírozó. Hát ez hallod? Hát ezeket haragulítanak, Bali. Hallod, nézd már. Extra. Tudom, milyen jó ez a hátnak? Ez biztos baromi drága. Nézd már, hát a műgyantában benne van a váltón a lovaskocsi. Igen, szóval vásárlással észnél kell lenni. Jó, drága hallgatói, írjátok meg nekünk, ki hogy járt, jó? Hogy ki, az is írjon, aki tekert. Egyébként nyugodtan, tudjátok, mindig bűnösöket is keresünk, de szeretjük, hogy a mi hallgatóink vallanak. Aki visszatekert, és aztán tényleg látta a használt autón, vagy látta egy kereskedésben, még abból is visszatekerve, hogy szólt az SMS, hogy ki hogy járt, ki vette észre, ki az, aki utólag tudta meg, hogy az autójába beletekertek. És ha esetleg tudtok egy egyes Golfot 10 000 kilométerrel, akkor mindenképpen jelezzétek, mert bevők lenni. De ennek mindenképpen előtt, hogy lila neoncső legyen az alján, ami világítja az aszfaltot. Én szerintem nem jön ide. A hátmaszírozó az igen. A golyós famaszírozós, de az te vagy. És a rókafarok is legyen. Igen. SMS számunk ugyanaz, mint mindig 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És a kilométer visszatekerésről beszélgettünk, hogy szerintem nem csak, hogy ugye Ferivel nem is az, hogy vitatkoztunk, csak beszéltünk arról, hogy ki a hibás, az autókereskedő, aki teker, vagy a magyar vevő, akinek az az igénye. És én azt mondtam, hogy szerintem sokszor a vevő is hibás, bár ártatlan abban, hogy átverik. De szerintem egy autónál mindent lehet nézni, az állapotot leginkább, csak azt nem, hogy mennyi kilométer van benne, mert irreleváns. A másik a szervizkönyv. Tehát ami nem szabadna, hogy semmit mondjon, az a szervizkönyv. 4,5 perc alatt bepecsételnek neked 3 darab szervizkönyvet. Hát ezt is tudom. De hogy... Nem, már ne haragudjál, tehát, hogy csak én értem, hogy a témát veszek együtt, csak egy mondatra ragadjak le amellett, hogy te honnan a... hótkorosból tudod, hogy hogy tekernek vissza, meg mi van a szervizkönyvvel. Látod ott azt az embert? Aha. A Lacit? Ő a Laci. Igen. Neki adtam el a Viki autóját. Gratulál, szerintem. Ha. Mennyire vetted meg, Lackó? 20 000 kilométer volt egy 10 éves autó. Én nagyon sok autót vásároltam tulajdonképpen innen. És adtál is el, ugye? Ez, az én is soha. Gondolod, de visszajön valaki, hogy a Bali visszatekerte az órát, és azt valakinek mágián elégetni. De honnással soha. De én nekem az elvikérés, csak tudom, mert hogy sokszor vertek már hát engem is, igen. De hogy volt, így mondtad a kereskedőnek, hogy mi az, ezt az autót egyszer sem szakszervizelték? Un momento, prego, és akkor bementek is kijött, és utána 5 évre visszamenőleg ott volt ebben a pecsétek. Megcsinálja neked a pecsétet, behamisítja a pecsétet, mert nem biztos, hogy ellenőrzöd. Azt mondja, Németországból szervizelték, és német pecsétet rak neked bele, hozza a szervizkönyvet, visszapecsétel, dátumok alapján, bármit, persze te fölhívhatod a német szervizet, és megnézheted, hogy ott le lett-e jelentve alvásszám alapján. Szervizkönyvet 4,5 perc alatt hamisítottak neked régen, most már nem tudom, hogy mi van igazából. Most legalább 2 perc. Most már legalább 2 perc. Na mindegy, szóval én tényleg azt mondom, hogy nem, tehát a magyar vevő is sokszor kicsit szerintem tényleg úgy gondolja, hogy sem más nem számít, csak a kilométer. Pedig aki rutinos, az azt mondaná, hogy minden számít, csak a kilométer nem. Higgyétek el, hogy ez tényleg így van. A mama, papa bemegy, mennyi van benne, 40 000, jó, vigyük. És itt sokan írják, hogy persze vannak kevés autók azért, idős autók kevés kilométerre, hogy nem. Tehát van olyan, akinek mint ami 10 éves az autója, és van benne mondjuk 60 000 kilométer, csak nyilván keveset használja. A Zsül autójában 10 évesen van
90 ezer, ami azt évi 9 ezer kilométer. Nem sok. Nekem egy éves a kocsim, és van benne 33. Tehát most Zsül, mivel jársz? Bringával, nem metróval. Ja, hát úgy könnyű. Hát, igen. De az eladásnál nem azt mondom, hogy nehezebb eladni, de gyanakodna fognak arra, esetleg a Zsülek el akarja adni, hogy itt valami van. Hát Zsülre nem lehet gyanakodni. Igen. Igen, eladom. Igen, az is igaz. 390 ezer kilométerrel számította be a márkakereskedés a 10 éves fókuszomat. Amíg használtam, másfél évig nem működött a kilométer számláló, tehát a valós kb. 430 ezer kilométer volt. 5 nap múlva 178 ezerrel volt fönt egy használt autó hirdetésen. 390 ezer plusz, amennyi belement. 178-al volt fönt. Balázs, 10 év alatt 22 ezeret tettem a kocsimba. Hobbi autó. Végig garázsban állt, max vasárnap megy. Ha el akarnám adni, azt mondaná, tekertem? Nyilván látszik egy 22 ezeres autón, hogy ott még, annak még új szaga van, tehát az nem biztos, de azért az fura. De ritka az ilyen, hogy 10 év alatt 22 ezer menne, azért az évi 2000 kilométer. De hogy hallottátok, az már gyanakvás szülne, hogy ilyen kevés kilométer van benne. Azt javasoljuk, tekertes előre. Tegyél bele egy százas. Igen. Én már lefoglalóztam az autót, de a párom észnél volt, és teljes vételár kifizetés előtt egy szakszervizben ellenőrizték. Kiderült, hogy kétszer annyi kilométer volt benne, mint amit mutatott az óra, sajnos nem írta meg Edina, hogy mennyit. És közben rengeteg hibája. Azt mondja, hogy 370 ezerről tekertem 170 ezerre. Egy lelkismeret furdalástól szenvedő hallgató könnyít a lelkismeretén, és egyből elvitték. 370-nel nem kellett senkinek. Az emberek 90%-a a kilométert nézni, nem az állapotot. Igen. Ez igaz, akkor ezek szerint. Szerintem az abszolút a bajom, érte, ha én véletlenül eladnám ezt a gyönyörű autót, és elkezdem, tehát én nem tudom, hogy mit csinál. Hogy te tudsz visszatekerni, Jani? Nem, de hogyha egy Wilson labda van ráhúzva unahorgodra, én vevő vagyok rá. Nem, fagolyós hátmaszírozó. Te a fagolyós hátmaszírozó vagy. Hát, komolyan mondom, felárat fizetek érni. Milyen a kilométer? Sima spirálos, vagy digitális spirálos? Digitális a kilométer óra. Hát először volt, hamarabb volt digitális kilométer órája ezeknek az autóknak, mint neked, bármelyiknek. Digitálisan jelzi a kilométer órát. Én azt hittem, ebben még ilyen füstjelek kell, hogy nem, neked kell tekerni egy ilyen kereket, érted? Ahogy mész, és ha gyorsabban mész, akkor gyorsabban. Te nem lehet, tekerni. Hogy azért gondolod, hogy folyadék kristályos számok, mert berepet már. Az üve. Digitálisan jelzi a kilométer órát. Igen, azért 14 neked, évvel ezelőtt már volt olyan. Elmondom neked, hogy az körülbelül egy szoftver 20 ezer. És bemondasz egy számot, amit nem szégyelsz. És akkor ők áttekerik. Hát körülbelül tulajdonképpen egy szakszervizbe szervizelted? Ez mindig. Tehát van nyoma, hogy megjelent az autó szakszervizbe? Mert akkor azért ott lekönyvelik mindig, hogy mennyi van benne, és akkor egy picit neccesebb. De akkor több érve azt is meg lehet csinálni, ugye? Az már neccesebb, hogy ha szakszervizben szervizelsz, ott azért minden kötelezőnél lekönyvelik a kilométert. Aha. És ha te eladod utána, és hülye vagy, mert visszatekered, azért az kevesen csinálják, és te beszólsz a szakszervizbe, hogy reális a kilométer, és megmondják, nem lehet, mert 4 éves kötelezőn volt a kocsi mondjuk 170-nel, akkor ne tekerd vissza. De mondjuk az nagyon hülyének kell lenni. Nem akarom visszatekerni, csak nem én tekerek kettőnk. Mennyi van benne neked? Mennyi van benne? Nem sok. 170 ezer, hát ez egy új autó. Mert hány éves? 14. Jézusom, hát az nagyon jó. Hát akkor ez, jó, ez egy nyári kocsi. Na, ez egy tipikus nyári kocsi. Igen. Az Feri, tök jó. Feri, ha most kimegyünk, megnézzük, hogy hány kilométer van benne, és 752-t látsz, akkor az nem folyadék kristályos kijelző, az egy kvarcóra. Az órája az viszont analóg. Mi eladtuk egy BMW-t 4 éve. Akkor volt benne 570 ezer. Uh-huh. Most 227-tel árulják a második gazdájától. Ezért mondom, hogy mindig arra kell gondolni, hogy legalább annyi van benne. 227, gondold el, 570. Az kemény. Az felére visszaugrasztotta. Az kemény. Ha az 570 igen. Igaz volt. A feleségem évente max 8000 kilométer tesz a kocsiában, most 7 éves a kocsi, és 43 ezer van benne. Városi autó vidéken, szóval van ilyen is. Anyám 14 éves autójában 38 ezer kilométer van. Nem használja sokat. Anyukád, Cséjel küldte nekünk. Mennyi van benne? 200 ezer. 120 ezer fölött már nem akarok autót venni. Jöjjön vissza holnap, addigra annyi lakít. Tipikus igen, magyar keresztény. Egy ilyet, van egy hasonló kondíció, még a színe is ugyanett. Igen.
Nekem volt olyan Opelom, 195 ezer kilométer volt benne, amikor eladtam. Egy piacozó srác használta két évig, és utána ismét pápai tulaja lett, de addigra már csak 85 ezer kilométer volt benne. 195 plusz két év használat, 85. Hát sok állásba felszívtam. És hivatal a szervizkönyve. És itt van, 80. Szervizkönyve, gyerekek. Ha hátrafelé mész, akkor visszafelé számol a kilométer óra? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ülj be az Alfába, menjél 100 ezeret hátrafelé, és akkor csak 40 ezer lesz benne. Igen. A Honda Accordomat 580 ezerről tekerte vissza 160-ra. A kompresszió még akkor is gyári érték volt. Kompresszió? Aha, vágjátok? De, hogyne. Mérsz egy motorkompressziót, abból tudják megmondani, hogy körülbelül milyen állapotban vannak a dugattyúk, milyen állapotban van maga a motor. Azt egyébként, aki kicsit rutinosabb, azért mérhetsz egy motorkompressziót. Mesélt egy barátom, akinek fuvarozó cége van, hogy vannak ezek a kis ategók, amik azért elég jól mennek. Másfél millió kilométer volt a nyergesben, másfél millió, aha, és a motorkompresszió gyári értéket mutatott. Azért ott tudnak építeni a németek. Tudod, a kert végében az hulladék, ezért mondom, az gyerekek, ott már a műszert is megberhelték. Szóval technikailag teljesen analfabéták vagytok. Gyerekek, másfél millió kilométer után gyári értéket mutat egy motorkompresszió, azt tudod, mekkora szó? Gyári, tehát ez az döbbenet. Semmiféle eltérés nem volt. Másfél millió kilométer után. Szóval hogy építenek ezek a németek autót? És mi vissza is tekerték. Tehát lehet, hogy két és fél volt. Kamionokat nem tekernek, ott az a megnyugtató, ha minél több van menne. De az egy jó márka egyébként. Vajon van, aki előre teker, olyan van szerintetek, hogy nehogy gyanús legyen? Hát a beszélgetés után mindenki. Most már kénytelenek lesznek. Ti mennyivel vettétek az autót? Mennyi kilométer volt benne? Hú, de jó kérdés. Nem nézted meg? Nem. Nem, na most hiszem el, hogy te nem nézted meg. Nem, az van, hogy tényleg nekünk van jó szerelőismerősünk, akivel meg tudjuk nézetni, aki rá tud nézni az autóra. Ugyanazt a márkát veszük, ráadásul ugyanaztól a kereskedőtől már évek óta, úgyhogy igen. Folyamatban van, a vásárlás már hosszú évek óta, mert még mindig soknak találom az árat. De mondtad, hogy nagyon szereted az asztavákat, úgyhogy azért tartasz ki. Nagyon jó, egyébként így van. Ott van az Üllői úton az asztava márka szerviz. Érzem, hogy nagyon kötődök a nyitott platós Zilekhez édesapám miatt, és azóta ezzel járunk. A benzines jobban szeretjük, mert ez egy picit jobban gyorsul, mint a dízeles, ezek már nem az igaziak. De fogadjunk, hogy rá voltatok gyógyulva ti is a kilométerre, hogy néztétek, hogy mennyi, nem? Tehát az egy kiinduló pont volt nektek is, hogy körülbelül reális, nem reális, nem? Tehát, hogy megnéztétek a kilométert. Hát, a fagolyos után. Tehát csak a fagolyok érdekeltek igazából, és a teniszlabda a vonóhorgon. Ne mondd, hogy nem gyönyörű. Meg a napfénytető. Az fontos. A napfénytető. Igen, bólogató plüskutya írja még valaki. Mivel lehet még turbózni az eladást? Mivel lehet még turbóztatni? Nagyon primitív dolgok, például lemosatod. És kivaxolt. Tehát ezt most komolyan mondom. És akkor jobban viszi. Újszerű. Ha raksz rá egy vaxot, és lemosatod, és csillog, figyelj, magyar ember, sajnos ezt nézi, szép tiszta. Aha. Jó a fényezés. Én kértem is a szilikont a gumikra. Tehát áll egy tiszta autó 120 ezerrel, meg áll egy nagyon koszos egyébként 90 ezerre, 80 ezerre, és kicsit tekerve, kicsit bingizve, inkább azt mondod, hogy mert az meggyőző. Aha. Tehát ilyen kis apró trükkök vannak. Simán. És a plüskutya az jó, vagy nem jó? Ha benne hagyod. Idős tulaj. Persze, hogy jó. Arra gondolnék. Új, de nagy vagy. Hogyne. Hogy azonnal. Ezt neki honnan tudod, mondjuk, nem értem, de én még beraktam egy kalapot is mindegyik kocsimra, amit adtam. Nézd meg, szegény bácsi, itt hagyta a kalapját. Borotva pancsos vadászkalap. Na, nézd meg a használt autót. Minden kocsi garázsban tartott, mindegyik kocsinak női tulajdonosa, igen, van, nem dohányzó, keveset futott. Ezek a hívószavak. Tehát nincs olyan kocsi, amit férfi, dohányzó, sportos ember adna el. Csak lassan vezető nők adnak el autót. Nézd meg, hát nézd meg. Sok ilyen internetes újság át is vett egy ilyen hirdetés, hogy 10 éves, 500 ezer kilométerrel csapattam, mint az állatgyerekek. Dohányoztunk benne, sőt, egyszer szexeltünk, és kiborult egy üveg sör, és eladó a Verda. Esküszöm, nyugodtabban menném meg egyébként, mint egy agyonbiztosítózott légzsákból kilopott, 10 év visszatekert ilyen autót. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Óven bácsival és Berunénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, halló! Hello, Bálint! Sziasztok! Hello, szia. Bálint! Bálint, honnan hívsz minket? Miskolcról. Fú. Igen.
Egyébként nagyon beletraffáltatok, kereskedő vagyok, autókereskedő vagyok, úgyhogy... Na, csicseregjél hát akkor... csak kis madár! Ó, hát akkor... Közel 20 éve csinálom ezt a szakmát, úgyhogy tudnék nektek itt órákon belül mesélni bizonyos történeteket. Te többet tekeltél már, mint Rénz Armstrong. Igen. Simán, keményen. Mi volt a legdurvább? 600-ról 90-re, vagy 500-ról 110-re, vagy mi volt, amikor már te is érezted, hogy úristen, na ez... ez... Van, persze, párt, ez olyan 5-600-ról, azért 80-90 ezerre is találkoztam már visszatekeréssel. De úristen. Tudod, ez amikor Németországból behozod a 40 ezer kilométeres autót, effektíve 10 évesen is, a német nagybácsi az annyi kilométer ment a 10 év alatt. Tehát reális 10 éves Németországból ahol hozott autó 40 ezer kilométer, ha ott nem kezdesz el gyanakodni, akkor soha. Igen. De ugyanez jellemző egyébként teherautókra is, kis teherautókra is, úgyhogy ott is tudod, azért veszik az autót, hogy hétvégén elmennek el a piacra. Úgyhogy jellemzően ez Magyarországon mindenféleképp mérvadó az, hogy nem azt nézik, hogy milyen állapotú egy autó, hanem azt, hogy mit mutat a kilométer. Na, de akkor te is egyetértesz ezzel, hogy ez legalább annyira vevőhibá, ugyanakkor én továbbra is rohadék dolognak tartom a tekerést, de hogy ugye, hogy a magyar ember az a tök mindegy, milyen a kocsi, mennyi kilométer van benne, nem? Ez itt egyértelmű, itt a vásárló az, aki hibás ebben a történetben. Na jó, azért nem csak azért ezt így nem mondjuk, hogy csak a vásárló, azért az a kereskedő, aki teker, az rohadjon meg a magánszemély is. Egyértelműen, de viszont ha saját érdekeit nézi, akkor azt kell, hogy annak kell, hogy megfeleljen. Elítélem a kereskedőt is, mert nyilvánvalóan nem kell, hogy visszatekerje az órát, de hogyha ezt igényli az ember, aki megvásárolja az autót, akkor viszont már megint ott járunk, hogy nem biztos, hogy akkorát hibázik egy kereskedő. Nekem nagyon sok precedens érték példám volt, ha megengedtek egy-kettőt elmesélni, illetve kettőt, mert a prokontra. Volt anno egy, ezelőtt 10 évvel egy céges autó, megvettük 290 ezer kilométerrel, céges autó, tehát ott tényleg 7500 kilométerenként szervizelve, pecséttel, makulátlan állapotban volt egyébként az autó. Árultuk közel 2 hétig, kutyalá sem nézett, majd jött egy kereskedő barátom, aki ugye netterként, amit ti is használtak ezeket a szavakat, dolgozott a piacon. Hazavitte az autót, víztárcsa, kormányvédő, üléshúzat, pedálgumi, kutyára megrágta a szervizkönyvet, pont ott, ahol egyébként a számok voltak, és visszatekert az órát 80 ezer kilométerre, és ugyanarról a helyről, ahol én árultam 280 ezerre, 2 nap múlva eladta az autót közel 3-400 ezer forint profitta. Tipikus, hát ez az. Én akkor azt mondtam, hogy itt az embereket át kell verni, mert ezt igénylik. És azért ez így egy szép, ez így egy nagyon szép teória. Ezt az én számból még nem hallhatom. Igen, ha ezt mi mondjuk, akkor felakasztanak bennünket itt a stúdió előtt. Igen, tehát az embert át kell verni, hiszen kívánja az átverést a vevő, ugye? Kívánja, ezt igényli. Ezzelre. Egyébként volt egy másik pro-kontra példa, amikor vásároltunk egy nagymamától egy 5000 kilométeres, 5 éves autót. Mama kihozta télen, először télen összetörte az elejét, megcsináltuk, rendbe tettük, tényleg teljesen hibátlan volt az autó, senkinek nem tudtuk eladni, mert senki nem hitte, hogy 5000 kilométer van az 5 éves autóba. Ebben viszont beletekertünk kilométert, mert azt mondtuk, hogy tegyünk bele egy 20-30 ezer kilométert, mert nem fogják megvenni 5000 kilométerre. Tehát érdekes ez a kontraszt a két véglet között, mert nem tudod, hogy mi a jó. És nem de azt tudja, hogy pukorra kerülsz ezer évig te is, az összes átvert vevőd ott fog áldogálni, és igen, kérdéseket tesz, és mindenki megkínoszhat egy kicsit. Remélem most a hangom alapján nem ismer meg senki, mert különben délután már fel leszek abban. Hát igen, szemét dolog ez akkor is, de a vevő sajnos igen, rossz dologból indul ki. Jól van. Bocsánat, csak mennünk kell már tovább. Jó, úgyhogy játszunk, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini, figyelj! Kim vannak a régi autópiacon. Most próbálják ki az új autót. A régi DDR-es verbe. Igen, mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Ó, hát ez... Szépen hangzik. Mutassuk még egyszer? Na hát ezt még egyszer kellene, persze. Figyelj! Nem egy mai darab. Ismerős, várjál egy picit. Ez egy régi magyar szám, és mindjárt mondom, hogy ki az előadója. Emergency Road. Így van. De jó vagy. Ez a dolgod, ez a dolgod, Jugri, itt van Herbie. Ó, Ducky, csak ez egy másik, de... Jó,
Adunk neked egy ajándékcsomagot, ezzel hallgatói nagy része a beszélgetés után nem biztos, hogy egyet értene, de megnyerted, úgyhogy küldjük. Jó, Bálint? Köszönöm szépen, köszönöm. Jó útra tértél már egyébként, vagy még mindig? Nem, így én teljes mértében jó útra tértem, már nagyon régóta nem foglalkozunk ilyen dolgokkal, úgyhogy... Igen. Aha. Most idős tényeket is használt az ebben. Főleg, amióta egyébként, amióta bevezették ezt a törvényt, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív változás volt az autókereskedők életében, és mindenféle kicsiség volt rá. Visszaesett, igen. Azóta viszont megjelentek a 250 ezer kilométeres autók a piacon, úgyhogy én mindenféleképp preferálom ezt a törvényt, úgyhogy igen. Bármennyire is fura hangzik, de nekem szimpatikus és tetszik. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én köszönöm. Köszi. Hello, hello. Hello, hello. 8 óra múlt pontosan 3 perccel jövünk a hírek után. 8... 7... 6... Szép volt, Bali. Ebben jó belekezdtél. De erős lesz. 8 óra múlt 18 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Az időjárásról még nem beszéltünk ki, hogy öltözzön föl, hallgatunk nagy része valószínűleg már el is indult. Megmondhatatlan, ha az ember kinéz, hogy milyen idő van. Elvileg meleget mondanak kis esővel, de hogy nem lesz még nagyon hideg, ez a 23-25 fok körülbelül, úgyhogy nem kell nagyon hidegre számítani. Majd, amikor már úgy érezzük, hogy talán lesz egy kis indián nyár, a hét közepén beesik egy jelentős hidegfront, de addig, de addig egyébként semmi rosszra nem kell számítani, csak némi kis esőre. Képzeljétek el, van egy nagyon jó hírem. Hajrá! Jó. Nagyon fogtak? Akartál egy kis közlekedési Egy kis közlekedési elgondoltam, ízítom az nem órát, érdekes, majd ráér, nem olyan fontos. Nem hagyjuk a francba. Persze, ne hagyjuk ezeket a közszolgáltatókat. Teljesen hülyesség közlekedés. Na, mond. Na, tolja te. Tolok egy párat, csak utána mondhatod. Baleset az M1-esen a 76-os Kavicsnál, 3 kilométeres a kocsisor Győr irányába, és Samu küldte nekünk. Aztán kérdezi egy hallgató, hogy normális az, hogy a külső Szilágyi úton a külső sávban álló autóból fényképeznek a rendőrök, ez rohadt balesetveszélyes szerint, de mindenféle vészjelzés vagy megkülönböztető jelzés nélkül. Nem tudjátok, jár már az egyes villamos? Jár, itt ez a vége. Aha, jár. Kiszaladok, megnézem. Itt jár. Láttam már reggel, és a hírekben is volt, hogy... De azért ezt még ne vegyük úgy, hogy az egész vonalon, igen. Lehet, hogy megáll, amit nem látunk, igen. Tehát nem szállt utána senki? Kék műszállás nadrág, hogy megállítsák meg. Nem hallottam, hogy mit mondott az a srác, aki az Ákosnak álcázza magát itt ma reggel itt mellettünk. Akiben valahol ott van bent Ákos? Akiben valahol ott elbúj benne az Ákos. De hallgatóink úgyis megírják. Ha tudjátok, hogy mi van az egyes villamossal, akkor küldjetek el. M5-ös bevezető Szentendrei Flórián tér 20 perc, sima liba. Egy Alfa lerobbant az M3-as bevezetőjén a belső sávban, és a 10-esen Pest felé a Madaras Tesco-nál áll már a sor vége. Gyerekek, ez a 10-esen bejutás minden nap és a hazajutás este, ez költözési faktor. De komolyan mondom, pedig gyönyörű az egész, ott Üröm, Solymár, Vörösvár, olyan Solymár gyönyörű részek. Gyönyörű. De ez a 10-es útot végig... Ezen valakivel beszélgettem most a múltkor, hogy megőrülsz attól, hogy másfél-két órát autózol, hogy tényleg megéri? Én szerintem nem ér annyit akármilyen szép, pedig gyönyörűek azok a részek, de hogy ezt nem tudják megoldani, hogy ott legyen egy körforgalom ott az Ürömi lámpánál, vagy bármi, ami ezen segít. Ja, tehát 5-kor kijössz a munkahelyedről, 2 órás óriás anyázás után hazaérsz hétre, és akkor az jó még ott. De leginkább az Ürömi lámpa, ahol ott elmész jobbra, nyilván függően ott, hogy honnan jössz, a Solymár felől balra Üröm felé, hogy emberek ezrei, és ebben semmi tudás nincs, 10 000-ei, akik mennek Solymár-Vörösvár, szívnak minden nap, azért, mert onnan nem tudnak valamit kitalálni. Pedig az nem lenne ott nagyon bonyolult, ott van egy körforgalom, és megvagy. Hát kéne egy azonnal feljáró, vagy egy lámpa. Vagy de már egy körforgalom nagyon sokat dob, aha. Ugye? Ha meg lenne, mert aki nincs. Elmegy balra, és megtelik a sor, az hiába zöld a lámpa az egyenes haladóknak, nem tudsz elmenni, mert várják, hogy befordulhassanak. Balra sokáig tartja őket, ez nem egy jó. Nem egy jó. Vagy legalább még egy ilyen plusz sáv kéne. Mi, vagy kiszélesíteni, csak ott van az a tűzéptelep, nem tudom, hogy azzal most hogy állnak. Mi a helyzet? Mi a helyzet, igen. Na! Most nem mondod? Ja, de mondom, csak annyira beleábrántoztam most ebbe a Solymár, Üröm, Pilisvörösvár. Nem sokat járok háromszögben. Nem, nagyon jó egyébként. Ott abban a háromszögben, ott van Solymár határában a Szarkavár, ott Pilisvörösvár a Szamos, Istenem. Üröm, Róka egyik kőfejtő, lehet mászni. Istenem, csodálatos Istenem. Hely. Lehetne, ha lenne ott egy körforgalom. Na, de mit akartam mondani? Ja, de ez is egyébként ehhez tartozik némiképp. Képzeljétek el, hogy ugye utazni fogunk néhány héten belül ugye külföldre, és hát ez önmagában is elég nagy kaland nekem, de természetesen nem megyek sehova úgy, hogy ne térképezzem fel a helyet, ahova utazni fogunk, és hát ugye a technika legfrissebb vívmányai már lehetővé teszik, hogy akár azokon az utcákon is kalandozhassak, amik több ezer kilométerre vannak tőlünk, és hát örömmel tapasztaltam, hogy fogom tudni használni a pontgyűjtő kártyámat, Nels Proidban is, hiszen van Superspar. Te beteg vagy. Te esküszöm, hogy beteg vagy. De...
Annak kellene még utána néznem, hogy nagyobb bajod lesz. Ott. Hány randba fogom kapni, vagy hány rand után jár egy pontot? Aha. És nincs információ? Tehát a világstráda, a világháló nem ad erre vonatkozó? Erre sajnos nem tudom. Elképzelhetetlen. 22 forintba kerül egy. Egy round, és akkor itt hány forintból van egy ponton? Szerintem olyan 100 körül van. Aha, tehát akkor 5 roundból fogsz kapni. Igen. Egyet. És hogy most, hogy ilyen középértéken fogják így váltani? Vagy hogy? De egyáltalán. Elképzelhetetlenek tartom, hogy egy olyan, egyébként Afrika egyik legfejlettebb országára van, szóval elképzelhetetlenek tartom, hogy a civilizációnk csúcsát jelentő pontgyűjtő rendszert, kártyás pontgyűjtő rendszert, hát ők még nem vették át. Biztos, hogy van. Ugye van? Mondjátok, hogy van. Az a baj. Ezzel. Több baj is van. Kezdjük a legnagyobban. Kezdjük az elején. Hogy nem megyünk sehova. Sokkal nagyobb bajod lesz a sárgaláz meg a malária. Sokkal jobban fog a szervezetet dolgozni az elő, hogy leküzdje a maláriát, mert hogy... Nekem sem mindegy, hogy most pénzért, hogy randért veszem, hogy pont ért a kinint. Tehát nem fogsz tudni elmenni. Kettő, hogy nem mész te ott már sötétedés után egyébként sehova. Nagyon. Aha. Láttam én is ezt a kis Google Map-et. Kimegyek futni. Aha. Igen. Szeretném. A ház körül. A ház körül, majd ott sűrű lépésekben elmész futni. De nem fogsz te ott nagyon eljutni. De ha esetleg eljutsz némi kísérlettel, akkor szerintem jóváírják. Jóváírják a pontjaidat. Ha ön életben igen. Marad, dupla pontok. Igen. Hogyha nekem van kártyám, és hozok onnan számlákat, amivel hitelt érdemlően be tudom bizonyítani, hogy én egy sparba vásároltam Dél-Afrikába, akkor én itt megkapom ezeket a pontokat? Jóvá írják, nem? Biztos, hogy jóvá tudod íratni. Persze. Én elintézem neked, esküszöm. Csináljátok már meg. Én esküszöm, ha neked ez az álmod, fölhívom őket, hogy legyenek kedvesek a Jani kinti pontjait ráírni a kártyára. Én tudni, van-e afrikai hallgatónk egyébként, hát ha el tudnám mondani, hogy milyen ott az élet. Én egyetlen olyan embert ismerek, akiknek vannak afrikai ismerős élete rokonai, az Csisztus Zsuzsa. De aztán később, igen, arról is kiderült, hogy nem. Igen. Ott kis pénzzel. Mondanám, hogy még Pákó, de hát az nem információ, ha jó, de 20 éve itt él Magyarországon, igen. És nekem gyanús, hogy soha még nem is ért ki. Nem tudom, hogy van-e. Kérjünk majd tőle tanácsokat, hogy mire készüljünk oda, meg beszélünk el. Így van, hogy kérem, ne bántsanak, gyerekeim vannak, ezt legalább tanítassam meg. Figyeljetek csak, az lehet, hogy egyedül én nem kaptam meg a repjegyet, nektek meg van már? Mert a Zsülm megkapta. Nincs még meg. Nektek se? Jó van. Az a baj, hogy picit van egy produkciónak egy része, egy low budget, nem mertük neked megmondani, hogy emeletes DAV busszal jössz ki, de nem sok egyébként, végigutazol Afrikán, nagyon jókan lesz, a másfél-két hét is lent vagy. Úgyhogy neked el kell indulnod szeptember közepén, és akkor megérkezel. Ezt nem mertem neked megmondani. Jelentkezem be néha, hogy sajnálom, hogy adásból kellett megtudnod, de egy DAV busz hátsó ülésén, az utolsó sor viszont csak a térben. Igen. Viszont van rajta WC, 4 csillagos busz, meg azt hiszem TV is. Igen, bizony nem tudod használni. De egy szakaszon lesz, hogy repülőgépen fogsz utazni, oda már intéztünk neked zuhányzó függönyt, amivel leválasztanak a csirkeket recektől. Jó, köszönöm, fentesek vagytok. Nektek megvan, de tényleg? Nincs. Nektek sincs, jó. A Zsülnek megvan a jegye. Nincs. Lehet, hogy Zsül utazik egyedül? Hát a Zsülét én intéztem, neki megvan. Igen. Nektek nem szóltam, hogy kezdjetek el utána járni. Szeritek a maláriát? Hogyne, már előre, persze. Már, hogy inkább itthon kapjuk meg, mint ott? Hát az előre el kell kezdeni. Na már gyógyszerre gondolsz előtte. Azt kérdezte, hogy szedjük-e maláriát. Csak rövidítek, igen, tartalékolom az energiát, celláimat, nem mondom végig a mondatokat, kicsit így spórolok az energiámon. A malária elleni gyógyszer, ugye szeded előtte, szeded ott, és szeded utána. Trükkös egyébként. Tehát, hogy... Aha. Hát nem. Őszintén szóval nem. Nem szedem. Nagyon. Nagyon nagy kalandorok vagytok. Miért mész Kairóba? Tessék? Zsül Kairóba. Igen, ti oda mentek. Mi kerülővel megyünk, mert Balázs elintézte, hogy az Air Qatarral menjünk inkább, ami egy jobb minőségű szolgáltatás. Mert nem szóltam nektek, ne haragudjatok, hogy ti megálltok Szudánban 4 nap. És letolgozzátok a repülőjét. Bocsánat, picit, a csatlakozás nektek nem annyira flott. Van egy szudáni megálló, úgyhogy ott egy 3-3,5 napot. De én tanácsos lenne kimozogni a városba. Szerintem nem biztos, hogy szudáni reptéren kellene a tranzitba várni. Én kimennék egy szállodába. Elfelejtettem nektek megmondani. Igen. Úgyhogy te se szeded a malária elleni gyógyszer? Nem, nem lehet ráinni. Dél-Afrikában vagy Argentinában 5 éve bebizonyosodott, hogy lehet. Lehet, és jobban is. Többen bebizonyították. Hogy és nem kell mindent elhinni, amit az oltóközpontban mondanak. Lehet inni a malária elleni gyógyszerre. Nincs azzal. Ezeknek az embereknek az egy része most is a stábot fogja erősíteni. Tehát, hogy igazi veteránokkal utazunk ki.
Istenem. Neked megvan a repjegyedző? Meg, kikérlek szépen, Kairó, Budapest, Kairó, van egy ilyen, aztán megyünk egy jó Airbusszal. Még nem mondj. Aha, na, látod, Zsül? Látod, ezt is elintéztük neked. Mondtam, hogy busszal mész mentek fel. Mész is. Tényleg, Airbusz, látod. Mondtad, hogy látni még akad, egy ország. Látni akadod a piramisokat. Látod, hogy Johannesburg, Nesprüitra nem írnak semmit, hogy ott mivel fogsz repülni, papa. Hol? Aha. Mi az? Illetve van még egy rossz hír, a visszautat ne nézzétek meg, hogy nem volt hely, ez december közepén jöttök vissza. Jó, karácsonyra legyünk itt, van az a lényeg. Van egy fuvar, amely visszafelé a Bamako-val. Jaj, gyerekek. Gyerekek. Van egy hallgatónk, aki Afrikában van. Hallgat minket, igen? Te jó. Halló, jó reggelt. Sziasztok, nem tudom, hogy engem kerestek-e. Igen, téged, igen. Jó, igen. Az információ az nem egészen helytálló, mert nem Afrikában hallgatlak, csak éltem Dél-Afrikában 4 évet. Dél-Afrikában éltél 4 évet? Melyik részén, merre felé? Fokváros, illetve Fokvárostól egy kicsit északra, 20-25 kilométerre a Atlanti-óceán partján. Hát az lejjebb van azért, az lejjebb van egy a 3-400 kilométerre körülbelül. 1700? Jól nem mertem egyet mondani, nehogy a Feri megjegyen. Hát ott a Pretória azon tartományoktól, igen. Tehát egy picit lejjebb. Hát igen, azt kell tudni, hogy az az ország, az egy kicsit ott mások a léptékek. Tehát ugye Fokvárostól elmentünk Johannesburgig, ugye ami a főváros, az 1500-1600 kilométer, vagy Pretória, az annyi, mint ide Párizs. Tehát ugye addig egy pár országon már átment Európába, amíg ott csak a felénél tartasz. Aha. Nagyon jól hangzik, tehát ha eltűnsz, akkor nincs terület, ahol keresnének, érted, akkor az egész nagyon jó. Igen, tehát konkrétan az egész dél-afrikai dologról azt kell tudni, mert ugye nagyon sok minden terjed a világba jobbra-balra, hogy vannak játékszabályok, és a játékszabályokat be kell tartani. Tehát, hogyha azt mondják neked ott az emberek, hogy oda ne menjél, akkor ne menjél, ne baj lesz belőle. Ők még nem ismerik Balázst. Konkrétan csak ahova menj, hova nem menjél, Nesprit-nak van egy olyan része, ahova a Street, a Google-nak ez a... Mi igen, ez a Street View. Street View-ja befordul. És fekete. Látod az utcát. Hát ott a fekete azért az egy igen, meg szokott szín viszonylag mindenki igen. Nem fekete, úgy gondolta, jaj, ne forgassák ki a szavaimat, ez fajgyűlő. Ki van húzva egy sárga szalag, és azon ráírva, hogy police don't enter. Igen. Szóval, hogy az még csak egy dolog, hogy ott igen, mindenki afroamerikai, nem is ezzel van a baj, hanem oda már a Street View sem ment be. Csak látod a kis favellás részt ott Nesprüit mellett, és ott befotózott, de nem ment be az autó, mert szétszették volna. Na, oda ne keveredj el majd. Menő. Igen. Mondjad, igen, lehet, hogy bement, csak ellopták utána az autót és meg a felszerelést is. Az utolsó fotó az utca eleje, igen. De próbáltam tovább menni az utcába, és nem engedett, hát azt nem tudta befotózni. Vagy nem ment be az autó, vagy szétszették az autót. Ez jó. A két megoldás van. Hát, igen. Tehát vannak ilyen lopásos történetek itt, ugye Magyarországon mondjuk azt, hogy így mindent lopnak meg ezt meg azt. Hát úgy nagyon röviden, tehát nálunk az történt meg konkrétan, hogy az utca egyik oldalán kiöntötték az alapot délután 4-re, és másnap reggelre a szemben lévő háznak az alapja félig kész volt. És ebből meg hiányzott a fele. Hát, ami nem kötött meg, azt még gyorsan áttalicskázták szembe. Nézegettük egyébként azt a részt, ahova mi megyünk, hogy azért mindenhol szöges drót, mindenhol magas kerítés, állítólag mindenkinél van fegyver. Nem. Ez így nem igaz. Tehát vannak olyan részek, tehát azt kell látni, hogy óriási ország, és nagyon sok része van. Vannak szofisztikált helyek, amik nyilván ilyen business districtek, meg ilyenek, ahol nincsen semmilyen problémád, ott minden le van védve, de azon kívül mozogni, pláne ha nem ismered a helyi dolgokat, akkor tényleg veszélyes. Johannesburgra azt mondták, hogy ott a taxisofőrnél is simán, tehát hogyha nincs felhúzva az ablak, vagy úgy szállsz ki a kocsiból, akkor ott benyúlnak, kitépik, tehát ott minden taxisofőrnél általában ugyanúgy van fegyver, mert van fegyverviselési engedély, tehát hogy valaki fegyverre rohangál, az például egy abszolút megszokott dolog. Én ezt azért így nem mondanám, vannak Johannesburg óriási, nem tudom, 10 milliós város, iszonyatosan nagy, nem magyar léptékkel kell gondolkozni. De egy napig tart, amíg átérsz rajta, az iszonyatosan nagy. Vannak olyan részei, ahol valóban olyan hely, hogy bemész, és nem valószínű, hogy kijössz, csak a helyiek tudják, mi a helyzet, de még azok se biztosan. De azért ezt nem így kell nézni, tehát vannak nagyon nagy részei, ahol semmi probléma nincsen. Igen, tehát a túlszoknál például nincs fegyver. A túlszoknál nincsen, azok általában elveszik, de sose lehet tudni. De azért a fegyvereket se úgy kell elképzelni, tehát
ha így betörnek, akkor a nagy részben ilyen baltákat, meg késeket, meg ilyeneket viszek. Ó, még tehát vidámabb. Ő... Ó, de legalább a golyó gyorsan végezve. Jó, de jó. De vidám. Tehát azért lőfegyver azért nincs olyan sok azért. Tehát van nekik, de azért az kevésbé jellemző. Inkább ezek a ilyen elkeseredett bűncselekmények, hogy ugye bemennek és próbálnak dolgokat elvenni. Ez sajnos van, ez létező dolog, de hangsúlyozom, csak lokális dolgok, tehát lokális, nem mindenhol, nem általános, nem lehet egy ilyen országos, egy ilyen óriási országot, nem lehet általánosságon mondani, hogy akárhogy vagy mindenhol megtámadnak. Még sok ismerősöm jött haza Dél-Afrikából, nem mondtak ilyen vidám dolgokat. Tehát mondtam, hogy Johannesburg, igen, bizonyos részén Pretória közbiztonság, tehát Pretóriában is látszik, hogy minden ház szöges dróttal van elválasztva, de igen, ha fölmész a Street View-ra, akkor megnézed Nelspruit környéket, tehát szintén szöges drót, betonkerítés, tehát ott, és a lakónegyedek tulajdonképpen el vannak határolva. Úgy ilyen kis helyes, kis szöges drótos helyeket, de hát úgyse ott leszünk. Úgy jó, lesz ez persze, majd visszajövök este futásból, kicsit fáradtabb, meggyötörtebb leszek, és Balázs majd megkérdezem, hogy mi történt, rád lőttek? Nem? Jó, akkor kihúzom a dárdát. Hogy ne zavarjon a mozgásban. A futás miatt. Az lesz, hogy itt 10-en elindulunk vacsorázni, és valaki csak a nyakához kap, eldől, de megyünk tovább. Mozgásban kell maradni, ne állj meg, egyet elvesztettünk. Húzzátok ki belőle a mérgezett illat. Ki most a hátvéd, már senki? Én azt tanácsolom, hogy mindig csoportosával menjetek, akkor azért lényegesen kisebb a probléma, a helyiekre figyelni. Hát meg lesz kivel beszélgetni a pincébe. És ne legyen okoskodás ne legyen, az a lényeg, hogy nem mondjuk, majd mi magyar frankó gyerekek megmutatjuk, hogy itt hogy mennek a dolgok. Hát szóval abból lehet baj, Na, a Balázsra nem megyek vacsorázni, az biztos. Na, most miért? Na mi a srácok, mi a probléma? Hagyjátok, majd én kimagyarázom. Srácok, barátaim ismerők ötök. Ez a éves haver. Igen, na, csak ide, Klassz FM sóra, Rákóczi is aláírta. És csak van nálam még egy éger alatt. Azt szeretik nagyon az ilyen dolgokat. Tényleg üveggyűjt. Figyelj, azt mondják nekem, hogy milyen állapotban vannak a kórházak, csak hogy a Feri maláriás lesz, akkor mire készüljünk majd? Nem én leszek maláriás, kimentek ki a dzsungelba. A kórházak azok úgy, mint Magyarországon, tehát a magánkórház legyen biztosítások, az szuper-hiper, hát az állami, hát oda nem érdemes bemenni. Tehát onnan rosszabbul jössz ki, ha egyáltalán kijössz, mint hogy bemész szerintem. Tényleg van biztosításunk? Kötött ránk az anyacsatornát? Minek? Abban van a vitamin. Az nem kell. Igaz, ne legyetek mennyire beszarjak. Minek biztosítás? Mm-hmm. Ne viccelj már. Viszel egy egészségügyi dobozt, meg egy kis betadint. Mindenre jó. Azt ennyi. Csak így ad rendszeresen. Betadint, C-vitamin meg, vagy ne butáskodj, mert Feri, hát nem. Úgy hívják a pálinkát, hogy Manpur. Manpur ez a neve. Úgyhogy azt kell kérni, az mindenre jó, az fertőtlenít. És tudod, nagyon megszivatnál, magyarul utálom a feketéket. Manpur! Dossz, Manpur, my friend! Mit mondod? Manpur, tudod, és a fél kocsma rádugrik. Kösz, Zsolt! Egy hallgatótól hallottuk, Manpur! De ne egyet kérj, hármat! Sri Manpur! Mind a hárman utáljuk benneteket. Mind a hárman gyűlölünk, igen. Utáljuk a feketéket, igen. Manpur, rövidítve. Tudod, amit nem lehet kimondani, mert azonnal hallott vagy. Manpur! Bemegyek és így köszönöm. Ferinek ajánlom, próbálja ki, mert nagyon jó a helyi Manpurod. Manpur, jó. Én azért ennek utána nézek, én picit bizonytalan vagyok, nem hiszek a hallgatóinak, én azért ezt előtte csekkolom. Google Translate üsbe légy szíves, a Manpur. Hát egyrészt másrészt meg kell nézni, hogy nem csönge össze véletlen valami másik szóval, tudod, de nehogy azért a kiejtésükön múljon az, hogy most baleset ér minket, vagy sem. Egyetlen pici hangsúly válaszol el a Manpurt a pálinkától, vagy a Manpur meg akartok halni, tudod, és ezt így betapod, és azonnal véged van. Jó, gyerekek, nem. Abban nem lesz gond. Nem lesz gond. Mit csináltál kint? Én egy ingatlan fejlesztésen dolgoztam, egy ilyen golfpálya lakóparknak. Aha. Jó, hát az menő környék, ott könnyű, persze, golfpálya lakópark. Igen, hát mi is körül voltunk véve szöges volt, amikor jöttek a barátaim hozzám és bejöttek, akkor volt egy ember, aki egy hétre azt mondta, hogy itt nem Dél-Afrikában vagyunk, hanem Svájcban. Embert nem látni, feketét is, csak szolgált, de persze, nyilván vannak ezek a helyek, amik a fehéreknek vannak fenntartva, nem a fehéreknek, a gazdagoknak, mert vannak gazdag feketék. Hát Pretóriában történt ugye a futónak az esete, ugye tulajdonképpen, hát azért volt nála is fegyver, mert hogy lehet fegyverviselési engedélye. Tehát tök megszokott az, persze. Hogyha valaki hozzád betör, persze. Akkor ott nem az van, hogy arra maga jött, mert fogod, és lábon lövő. Tehát hogy tényleg mindenkinél van fegyver, tehát hasonló, mint az Egyesült Államokban, tehát hasonló. Hát, nem csak az emberek mi van fegyver, hanem ott vannak ezek a biztonsági szolgálatok, hogy gyakorlatilag mindenki be van kötve egy ilyen biztonsági szolgálatra. Na most azok tényleg olyanok, hogy kijönnek,
golyóálló mellény, gépityú, és azok nem kérdeznek. Tehát ott biztosan nincs kérdés először. Ott először lőnek, és aztán kérdezzük, hogy mi a helyzet. De hát az más, azok profi, erre felkészült emberek, és tehát ott tényleg egy-két percen belül kint vannak, és kőkeményen, több autóval. Ez azért jó, Jani, mert bárki ránk hívja a rendőröket, téged foglak előre tolni, hogy alkudozzál velük. És már a biztonsági őröktől is kell félni, ez a jó benne. Hi, I am tourist. Where is the... Where is the... Hát ezt miért csinálják? Miért? Jaj, de fáj! És hogy mondod a pálinkát? Mire emlékszem? Mampur. Mampur. Mampur, Mampur. Gyűlöllek, gyűlöllek. Dögöljetek meg, tudod. Ez azt jelenti. Na jó, hát... Szép, szép történet. Gyönyörű ország, gyönyörű ország, óriási. Abban sokat nem fogunk látni. De miért nem? Hát csak visznek titeket valamelyre. Persze, mi nem nyaralni megyünk. Hát, nem, mi is látunk majd golfpályákat, de természeteseket, és szurikát a fejek fognak kilógni belőlük. Én mondtam a csatornának, hogy szeretnék elmenni egy hetes Krüger Nemzeti Parkot körbejárni, annyit mondtak, hogy nem. És akkor mondtam, hogy jó. Nyilván, de semmire nem lesz nagyon idő. Legalábbis, hát, legalábbis nekünk. Hát pláne, hogyha a tüzelő zsiráftenek meglátják a ferit, érted, abban is csak baj lesz. Igen. És azt gondolják, végre megjött papa. Gyere, itt vagyunk. Két hét alatt mindenre szakítunk időt. A zsiráfok egyébként úgy van, hogy az apja, meg a fia, meg az anyja, meg a fia az ugyanúgy. Mindenki. Tehát, hogy nehogy hát aztán mamának nézzenek, mert a fiú zsiráf nem érdekli, hogy ott az anyja meg kiellette magából három évvel ezelőtt. Földre terítjük, megesszük. Ott összepakolnak veled együtt egy jó húsos szendvicset. Jó. Figyeljetek, arra gondoljatok csak, azt olvastam most pont két hete, hogy ott, ahol mi megyünk, nincs nagy baj, semmi ebola, semmi, minden majom éces. Úgyhogy, tehát erre kell odafigyelni. Érzel egy ilyet, Feri, majd itt sétálsz, ott azonk, hogy kis karmolás a nyakon. Van egy ilyen kis karmolás a nyakon, meg nem tudom, akkor semmi baj, csak ne csókolj szájon, utána gyors. Minden majom. Minden majom. Tehát a majomból indul, igen. Ez nem annyira vicc, lent tehát a Fokon, ugye ott Fokvárosnál, Jó Reménység Fokánál, ugye az nagy turista látványosság, ott a majmok annyira el vannak szemtelenedve, de komolyan mondom, hogy ott tényleg beugranak az autóba, kiveszik az utat. Én saját szemmel láttam, ellopják az asszonynak a táskájából a szendvicset, meg amit találnak. Nagyon-nagyon pofátlanak, nem félnek semmitől. Nem, hát ez sok helyen van, hát Gibraltárnál is, ha fölmész, hogy a kilátóra ott is tulajdonképpen támadnak a majmok, csak ott nem écesek. Tehát itt annyi, hogy itt ha jön, akkor add meg magad. De mondom, egy kis betadin felé. Az minden, de így kell, ugye benne. A két pálinka, meg egy betadin. Az ércet máshogy lehet ott elkapni, de azt nem ajánlom senkinek. Jó, nem, most ezzel egyébként ezzel a majom dologgal nem vicceltem, elteszem, hogy te tényleg, tehát hogy az abszolút, azért a Krügerbe, ha tényleg például bemész a Krüger Nemzeti Parkba, akkor ott elmondják neked, hogy ha kocsival mész, akkor lehetőleg húzd fel az ablakot, mert az a majom, ha benyúlad, csak rosszabbik esetben, vagy jobbik esetben akarja a fényképezőgépedet, támadnak is, és ha megharap, az viszont nem szerencsés, ezért elmondják a Krüger előtt, mikor bemész a Nemzeti Parkba, hogy ablak feltekel, mert nem biztos, hogy szerencsés. Aztán volt egy-két turista, aki nem hitt az idegenvezetőnek. De hogy tényleg, tehát azok ezt terjesztik. Hát ez a kettő van, vagy az, hogy nagyon agresszív, vagy hogyha szerelem robban irántad. És akkor annyit tesz csak, hogy a hátadra fordulsz, hogy megnehezítsd a dolgát. De a majom ugyanolyan, mint a villám, mindig a legmagasabb a csap, úgyhogy a legmagasabb a harap, Feri, ne haragudj. Nyilván a fajfenntartási ösztön fog dominálni bennünk, és szeretnék erősebbé, életképesebbé tenni a fajukat, és a legnagyobbat keresik majd. Annyit tudsz Feri csinálni, hogy amikor... félnek, megijednek. Á, nem, csak több kihívást látnak be. Nem az lesz, hogy kapjuk el a kicsit inkább. Amikor leszállsz Nelsprüjbe a repülő, ereszkedj térdre, és onnantól kezdve térden járkálj mindenhova, mert a magas célpontokat keresik. Hát jó, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad. Igazából, Zsolt, hasznos volt. Több, mint megnyugtató volt, ijesztő. Igen. Köszi, hogy beszéltünk. Nem, jó, hát persze, nem. Nem kell mindent elinni, amit mondom. Persze, nem. Én úgyis az első nap fogok 3 darab fegyvert venni, úgyhogy ne gondolj, nálam lesz. Én legalább 2 magammal viszek, aztán az biztos. Köszi a játékot, ciao. Játékot nem is játszottunk. Hello, Zsolt, ciao, ciao. Szóval... Érted már, hogy miért mondom azt, hogy nem a pontgyűjtőkártya lesz ott a legnagyobb bajod? Hogy nem arra azzal leszel elfoglalva, hogy jóvá írták-e a pontokat a két pöttyös labdáért, meg egy tartós tejért, amit vettél? Hát picit most szomorú vagyok. Nem fogsz ott ezzel foglalkozni. Na jó van. Hírezzük egy picit, jó? Jön az a srác, aki Ákosnak átszázza magát.
meghallgatjuk a legfrissebb híreket, közben hármas ugrásra is lehet jelentkezni, úgyhogy jövünk a hírek után. 9 perc múlva, pontosan 9 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Üllői út, József körút a híd felé halál, ezt Marian küldte nekünk. Budakeszi úton a tűzoltóság már baleset, kb. 7 kilométeres a dugó. Ez is most jött, motoros gázolás Újpesten a Farkaserdő úton, rendőrökkel mentősük a helyszínen, ezt Gyufa küldte nekünk. M1-es 76-os kilométer Győr felé lángol egy autót. Jó Isten! 5 kilométeres a dugó, ha pályazár van, akkor azonnal szólunk, valamint az M5-ösön Szeged felé a 43-as kilométernél van egy trafi. Ezt Z küldte nekünk. Hát még nem ismertem neked megmondani, Feri. Ne szólj hozzá, mi van? Nem, ez nem annyira rossz hír. Hogy ti Egyiptomra mentek majd. Ami igen? Szörnyű hír, de nincs alkohol a képen. Nem, rohadt életbe. Akkor viszont föl. Hát ugye, ismerve az országnak igen, a vallás és lakosság összetételét, igazából hát nem annyira szerencsés, nem adnak. Ők azt mondják, hogy itt nem. Tehát nálunk nem. De már egyébként azért ennek picit utána kerestem, hogy... Dohányozni viszont lehet. Azt halállal büntetik, hogy engedik, ha felviszel a gépre. Aha, tehát igen. Lecsavarjuk a kis... Vagy választhatsz. Igen, tehát a muszlim lakosság nagy része azért az nem nagyon fogyasztatott alkoholt, ugye? Hát éjszaka igen, mert akkor Allah nem lát. De hogyha a tranzitba te megveszed, aha, azt felviheted. Tehát ha akarsz némi pár eszel turbosítani, azt megteheted, csak azt Juviktól ne nagyon várjál ott semmit, hogy elnézést, szörnyűk egy fröccsöt adjanak már. Nagyon csúnyán fognak ránézni, és azt mondják, hogy ne haragudjon, de hogy nem. Nagyon. Nyilván ez van csatorna egyfajta jótékony küldetés, hogy téged egy olyan járatra tettek fel, ahol nincs alkohol. Tényleg igazán rendesek, komolyan. Istenem. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy előre jelzem, hogy legyél rutinos és vásárolj be a tranzitba, mert azt viszont fölengedik. És, tehát fogyasztani. Uh-huh. Csak ők nem adnak. Azt mondják, hogy nem. Jó. Zsül úgyse, hogy semmit majd hozza. Ennyi. Az alkohol pakkot. Tök jelesz, hogy egy fölcsörökre ezekkel a kis féldecisekkel egy ilyen 40 darabbal. Igen. Többen kérdezitek, drága hallgatóink, hogy mi lesz majd, lesz-e adás, hogy kell ezt elkezdeni, mikor megyünk, mindent mondunk a kellő időpontban, még van egy csomó így dolog. Van, a műszaki igazgatónk azt ígér, hogy lesz. Igen, van egy csomó dolog, amit még nem kommunikálhatunk bizonyos okokból, de mindent mondani fogunk. Tehát, hogy mi történik velünk, veletek, mi lesz addig, hogy lesz alatta, utána, előtte, a karanténban, a malária miatt, 6 hétig még a László kórházban, onnan lesz-e adás, mindent mondunk. Jó, a pontos dátumokat is, ahogy itt van az ideje, hogy mondhatjuk, hogy mi történik majd a Morning Show, hogy történik, mi lesz, mi nem lesz, azt is mondani fogjuk természetesen. Ezeket nyilván direkt még nem mondjuk, de... Uh-huh. De a kellő időpontban mindenre megosztunk. Én már megszereztem a teknek a telefonszámát, már előttem van, majd amikor hívok, hogy Balázs, milyen? Mit kell? Plusz 36? Jöjjenek, értem! Jó lesz ez, gyerekek. Na, megnézzük, hogy ki a hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Csak hogy gondolkodnak a hallgatók, milyen érdekes. A Feri átment az RTL-hez, vagy a Morning Show miatt megy ki Afrikába? Oda rendes nem, embereket nem vesznek föl, gyerekek. Nem mondhatunk még semmit, de mondunk minden majd a kellő időpontban. Nem. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia. Hogy hívnak? Nóri, hello, Nóri, jó reggelt. Nóri, mit csinálsz? Éppen dolgozom, és nagyon hallgattalak titeket, mert nagyon ismerős helyekkel jártatok. Én elég jól ismerem ezeket a helyeket, a Máté Solymár. Sokszor, bocsánat, elnézést. Úgyhogy itt magamban somolyogtam, hogy mennyire tartatok tőle, pedig egyáltalán nem kell. Semennyire. És én Nelszújtban is jártam, és azért jegyeztem meg, és gondolkodtam most egy csomót, hogy miért jegyeztem meg, mert náttetős volt a reptér. Ez nagyon biztató. Hát ez tök jó, tényleg. Hát dehogy nem, és miért féljünk tőle? Persze. Jó az, higgyetek el. Egy ilyen írtó cuki reptér, nagyon aranyos, az egész környék, az inkább ilyen szafaris környék, gondolom ti is ilyen céllal mentek. Persze, most vettük meg a parafakalapokat. Úgyhogy egyáltalán nem kell tőle tartani. De jó. Nagyon jól fogjátok magatokat. Én egy nagy az angol nagy légitársasággal utaztam oda, nekik is van oda is járatuk, tehát egy ilyen tök civilizáció. Gyerekek, ezt már tényleg már Russo is megmondta, mikor, ne? Vissza a természet. Az vissza. Itt vissza. Bajmok, zsiráfok. Többször
először jártunk arra a férjemmel, akkor először mentünk víztisztító berendezést, mindent vittünk magunkkal, és abszolút kellemesen csalódtunk, és ma már minden nélkül megyünk. Annyi, hogy igen, sárgalázoltás, malária gyógyszer, és kész. De egyébként ugyanúgy élsz, mint itt. És fegyver az azért van mindenkinél, és egyébként nem olyan, nem úgy van fegyver, mint hogyha egy ilyen rendőrt látnál, hanem mivel az állatok miatt, ugye ott mindig ül az autó elejében egy fegyveres, meg a szálláson is mindig megy egy fegyveres, hogyha bejön valami bölény, vagy akármi, akkor azt így el tudják hesegetni. Ezért nem az az érzése, tehát nem félsz úgy a fegyverestől, hanem inkább mint a vadászat olyan jelleggel. Aha, legalábbis úgy. Feri, látod a taxisofőrni a szarolhat nagy mordányt? Na, az az oroszlánok. Csak azért van, hogy az oroszlánok nehogy bejöjjenek ilyet. Csak szeretném megkérdezni, ez a sárgaláz ügy, ez miért nem esett eddig szóba? Nekünk szó esett róla, a kalandkedvéért neked nem szóltunk. Igazán, akkor igen. Köszönöm szépen. Mi oltattunk, 2 hónapja veszük a tablettákat, tudod, hogy téged tolunk előre. Aha, az én testem lesz a pajzs. Gyerekek, én ott valami hastifuszról hallottam. Hastifusz? Sárgalázat nem mondtak az oltóközpontban, illetve szóltam, hogy a Ferinek ne is szóljanak, de hogy azt nekünk se nagyon mondták. Sárgaláz van, meg, illetve hastifusz, meg malária. Hepatitis A, B, hát? Van olyan oltásunk, és azt hiszem 10 évig jó, vagy valahogy így, tehát ez nem ilyen, hogy gyakran kell. Korrekt, na nekünk az nincs, és azt már nincs is idő. Azt mi megkaptuk Argentinában 6 évvel ezelőtt. Hát akkor bocs, nem szóltam. De nem, azt mondták, hogy az nem kell. Csak értenek hozzá az oltóközpontban. Persze. Miután adtad a borítékot. Vagy pont elfogyott, és így akarta kihátrálni a kellemetlen szituációban. Kérdekes legyen meg betadni. Olyan részei Johannesburgba, Pretóriába, amit tényleg veszélyes, de egyébként Fokváros például az olyan, mint London. Aha, na, az jó, oda egyáltalán nem jutunk el majd, úgyhogy azért mi oda nem... Azért mondom, hogy vannak durva helyek, de vannak jó helyek is, és egyébként az egészre inkább a jó a jellemző. Tényleg, ahogy tehát Magyarországon is tudtok olyan helyre menni, ahova inkább nem kéne. Mit nézzünk meg Nelspruitban? Mi az a fontos momentum? Úgy a városban... Semmit, zéro. Hanem inkább ilyen, vannak ilyen vízesések a környéken, meg tényleg az állatvilág. Hát úgyis repülővel érkeztek már, persze. Nem is láttok nagyon sok az Air Timbuktu IL-18-asával érkezik. Ha még IL-18-as lenne, igazából nincsenek rajta motorok, most láttam egy fotót. Ha jó a termék és jó a széljárás, átvitorlázunk. Nem annyit mondanak, hogy leszállunk, hanem hogy leold. Igen. Annak helyes propellerek, ilyen kis propellerek, nem tudom, hogy hívják azt, tehát nem csak nagy gépek mennek oda, főleg kicsik, de hogy ne lesodorják a nátetőt. Na jól van. Köszönjük szépen, megnyugtattál minket. Hát marhára. Gyerekek, mi oda úgyis dolgozni megyünk, tehát aki abban a hitben él, hogy megy Viktória vízesés, meg Hornfok, meg nem tudom, bizony. Igen, azért, ezt felejtsd el. Tehát, hogy semmi. Mész a spárba majd a szabad napot. Ennyi. Fejvel kézen fogva. És azt kérdezett, te is félsz, Feri? Igen. Feri még napfelkelt előtt nem ment majd sehova, mert a méreté alapján esetleg valamelyik vadász megpróbálja megszerezni a trófeáját. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Hát figyeljetek, ez szerintem abszolút vihető. Ez olyan kategória most, hogy... Hányszor hallottuk már. Igen, hányszor volt ez már, de meglátjuk. Mehetünk? Mehetünk? Mehetünk, persze. Így szól az első kérdés, Erikát nyakba akasztója. Melyik Oscar-díjas színésznő bátyja Eric Roberts, amerikai színész? Julia Roberts. Na, azaz. Szép volt. Bizony. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés, Erikát egér alá tétél. Melyik ország fővárosa a Podgorica? Montenegro. Csártam. Nagyon szép, így van, Montenegro fővárosa, így van. Na, mi legyen, megállsz? Na, hát nem tudom. Én is ilyen biztos menő típus vagyok, mint hogy sokan mások is, nem tudom, kicsit... Ezt tudni tartok, fogod. De milyen jellegű a harmadik? Természet, tudomány. Jó, hát biológia. Akkor élet a földön. Élet a földön, így van. Na... Megpróbálod. Jó, dedikált morning show-s óráért. Így szól a harmadik kérdés. Milyen állatok a krillek? Úristen. Ja. Csak úgy elég, hogy mondjuk hüllő, vagy ilyesmi? Nem tudom. Na, krill, hát... Halak, vagy nem tudom. Nekem a neve alapján vagy hüllő, vagy... Nem jártál messze. Mármint a kapcsolódás pont a víz, igen. Ezek ilyen kis rákocskák, igen. Aha,
azt teszi a bálna. Többek között például, igen. Igen, igen. Ezek ilyen kis világító rákocskák, igen. Bizony. Pici, apró. Jól van. Oké, bumbozunk egyet, jó? Mert indulnak az ajándékcsomagok. Harmadik kérdés volt, úgyhogy még mehetünk. Mennek az ajándékcsomagok. Figyelj, tiki-taki. Bum! Hogy így? Hát csoda, hogy elsült. Hidehagyott, szomorú, reményvesztett bumot. Hát erre semmi. Nem akartam, hogy itt a környéken meghallják. Hát jó, de a gép se hallotta meg igazából. Szóval nem. Oldalba nem. Kellett ütnöm a gépet, nem. Hogy elinduljon. Köszi a játékot! Kicsit megnyugtattalak titeket, remélem. Puszi Nóri, köszi. Nem, köszi. Egyáltalán nem. Kösz, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 2 perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 17 perccel. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy teherautó áll a felüljáron. Ezt köszönjük szépen, hogy azért nem tudjuk, hogy melyiken. De ha ki ott van, az legalább látja. Budakaszi út motoros baleset miatt áll. Edina küldte nekünk. M3-as bevezető áll, mint a karó. A Budakeszi út beállt a Budagyöngyétől. Budakeszi felé Gabó üzente, hogy egy picit pontosítsunk. Aztán Szigethalom felé van körforgalom, de a hév miatt arrafelé szörnyű a hazajutás, Teréz írta. Nekünk köszönjük szépen. Motoros gázolás Újpesten, egészen pontosan a Farkas erdő úton, ezt mondtam az előbb. Igen, Budafoki út a Papasztól araszol, és az M1-es 76-os kilométerénél Győr felé lángul egy autó, 5 kilométeres a dugó. Na, gyerekek, itt nagy ünneplés van az egyik kereskedelmi bizony. Csatornán. Hát kívánjunk nekik mi boldog születésnapot. Nem, hát gyerekek, 10 évet megél tíz azért éves. Egy reggeli műsor, azért az nagyon éves, a legvidámabb reggeli műsor a Móka. Igen, éppen kocintanak. Add én nagyon ott lennék. Add már át, Feri, hogy boldog születésnapot de. Kívántunk. Hát most még közülünk azért mégiscsak te. Vannak tévékettős rokonaid, vagy valaki, akit... 5 éve még... nem forgattam televízió műsor. Nem baj, azért mondd már meg. Én nem érném fel a zsuzsát, hogy adjak neki két cupanos puszit. Hát de ha viszek egy sáblit, és arra ráhozom. Amíg az is igaz. Vagy felmászok a pakma hátára. Igen, mondd már meg nekik, hogy boldog születésnap. Most bemennénk oda, és kocintanánk, picit lefagyna. Megy a buli egy pillantra így miért mindig azon töröd a fejed, hogy tudnánk megölni ezt a bulit? Hidd el szívesen kéz a kézbe, berohannék veled meztelenül egyébként, tehát lenne hírértéke. Nem biztos, hogy jót tenne. És beleülnénk a tortába. Igen, de hogy te hát gyerekek, hát 10 évet megér azért. A mai kereskedelmi televíziózásban, amikor műsorok jönnek, mennek, műsorvezetők bizony. Jönnek, mennek néhány epizód után, elhasználsz egy formátumot, mert ugye a nézők mindig újat akarnak, mindig más. A 10 évet megér egy reggeli műsor, hát azért az nagyon szép dolog, úgyhogy boldog szülinapot kívánunk neki. Anita éppen szeleteli a tortát. Tornocki Anita is műsorvezetője volt annak a műsornak? Érdekes. Komolyan? Erre nem emlékeztem. Rá például nem emlékeztem. Igen. És ott van Ravi Shankar is, ahogy látom. De Yoshi mit csinál? Yoshi is csinálta. Ennek, persze, műsorvezető. Hú, gyerekek, nekem arra meg én emlékszem. Komoly hiányosságaim vannak akkor. De is hol van azok, akik a Klau, a Havas, a... Bent voltak vendégek. Ja, hogy meghívták a vendégeket. Aha, na jó van, hát akkor boldog szülinapot kívánunk nekik mi is. Mi van most? Kikapcsoljam? Nem, csoki torta is ábrándozott. Igen, és hogy szeletelik. Erhard még elküldte nekünk, hogy az M1-esen Győr felé a 77-es kőnél van egészen pontosan leégett autó, és előtte torlódás van, ezt többen kérdezték, hogy mi a helyzet az M1-esen. Na, én nagyon érdekes dolgot találtam, hogy azt gondolná az ember, hogy ugye csak az anyukák, az apukák, a gyerekek, a nők, a pedagógusok, a védőnők, az orvosok ünnepelnek bizonyos napokon, amikor ugye az egész világ, vagy az egész ország őket ünnepli, és a munkájuk előtt úgymond tiszteleg. De hogy van egy olyan szakma, aki szerintem kicsit azért az ő sorsuk sokkal inkább hányatott sorsnak mondható azért, talán nem is tudja sok ember, hogy miért megy valaki ilyen munkát elvégezni, de hogy ünneplik a börtönőröket és a fegyőröket is. Hát vagy ők magukat, azért ez nem mindegy. Vagy ők ugye, magukat, tehát, ha a fegyőrök világnapja van, akkor most nem tudjuk, hogy mi ünnepeljük őket. Te ünnepled, Jani, a fegyőröket? Nem annyira. Szeptember 8-a. Gyerekek. Némiképp érintve vagyok a témában, de...
A büntetés végrehajtási szervezet ilyenkor ünnepel. Na most nem úgy van, hogy ilyenkor, amikor ugye van mondjuk a védőnök vagy az orvosok napja, ugye amit ünnepünk, akkor szabad napot kapnak. Na most ilyenkor a fegyőrök is kapnak egy nap szabad napot, mert akkor a gyerekek itt Magyarországon ma elszabadul a pokol, és ha hamarosan kapjuk a híreket, hogy Vácot kitörtek, négy ablakot, tűz van a Váci büntetés végrehajtási intézetben, és börtönlázadás van, nyilván az ember humorizál. De hogy ott ugye a szabad nappal jár sokszor marcipán tortában. Lehet, hogy többen amnestiát kapnak ilyenkor? A börtönőrök? Hát a börtönőrök adnak, tehát hogy legszebb, tehát hogy van, aki úgy kapja a legtöbbet, hogy közbeadhat is, és akkor adnak esetleg valakinek. Tessék, akkor fiúk, egy-egy reszelő. Így van. Marcipánból, a biztonság kedvé. De ez például pont egy olyan foglalkozás, nem? Amire az ember azért, hogy azt gondolja, hogy na ezt hogy. Uh-huh. Mert nyilván a büntetés végrehajtásnak azért nagyon sokfajta ágazata van, tehát itt nem csak a börtönőrökről van szó, ugye hát itt dolgoznak azért ugye nevelők, a lelkészek, pszichológusok, tehát rengetegen dolgoznak tényleg egyébként, akik szintén kapcsolódnak magához a büntetés végrehajtáshoz. De a klasszik börtönőr, mint foglalkozás, vagy mint munka, azért az érdekes dolog, nem? Tehát néhány foglalkozásnál elgondolkozol, hogy na miért lesz valaki az, ami. És például a börtönőr azért az ilyen. Tehát abban a nyomasztó légkörbe oda bemenni naponta élethalál uraként, lehet, hogy egyébként ez a vonzó, hogy azért ott sok börtönőről az ember azt gondolja, hogy élethalál ura is lehetnek, nyilván rajtuk átmenő információ és minden másnak köszönhetően. Ez egy fura munka, nem? A jobbítás szándéka van benned, hogy megváltoztatod a bűnös lelket, érted, és egy tiszta embert engedsz vissza a társadalomba. Igen. Én próbálom a jobb oldalát nézni, vagy a jobbikat, mert hogy te ugye azt mondtad, hogy az van benne, hogy összeszeded az információkat, meg mit tudom én, de lehet, hogy ez is benne van. És akkor ilyenkor jön a smasszernap, és akkor ilyenkor ilyen felnőttes vidánság, meg mulatozás. Persze, levegőbe lövöldözés, a szolgálati fegyverek. Fiam, minden más szakmának a napja az egy kicsit egy ilyen majális hangulatú, igaz, nem? Igen. Tehát akkor nekik is valami hasonlót kell rendezni. És akkor a fegyencek azok csinálnak műsort? Figyelj, én már egy csomó filmben láttam olyat, hogy például, mit tudom én, van a fegyőröknek egy foci csapata, meg van mondjuk egy foci csapata az elítélteknek, a fogvatartottaknak, és akkor ezek ilyenkor összecsapnak egymással, meg mit tudom én. Mennyire csapnak össze azok? Hát igen, jogos. De hogy ilyenkor vannak ilyenek is? Vagy hagyják nyerni ilyenkor a fegyőröket? Egy ilyen sportnap, amiben mindannyian részt vesznek? Közös fekvőnyomó bajnokság? Hát, ki a jobb a blogban? Ennek azért kicsi az esélye. De hát én nem tudom, hogy börtönőrnek elmenni, ezt szerinted azért, hogy jobbítsanak? Tehát ezt látod benne? Nyilván hivatás, megfizetnek. Ha szépet akarnék benne keresni, tehát ha szép dolgot akarnék keresni benne, lehet, hogy nincs, majd most írjanak a börtönőrök, de akkor mondjuk ez egy ilyen lélekemelő dolog, hogy azt mondod, hogy bűnös lelkeket megmenteni, jobb belátásra bírni, és a társadalom rendes tagjává tenni. Ez lehet a szép oldala. Hogy igazából miért mész? Hát valószínűleg azért, mert ugye egy rendes állás. Igen. Hát van az a híres pszichológus pszichiáter, ugye volt az a nagyon híres börtönkísérlet, az megvan. A Stanfordi börtönkísérlet. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, ahol ugye megnézték, hogy miért viselkednek a rabok úgy, ahogy, és miért viselkednek a börtönőrök úgy, ahogy, és sima hétköznapi embereket tettek be kísérleti jelleggel ebbe a vizsgálatba vagy kutatásba. És ugye tulajdonképpen arról szólt, hogy a börtönőrök is felvesznek egyfajta viselkedési mintát, és a rabok is felvesznek egyfajta viselkedési mintát. A kísérlet második napján lázadás tört ki egyébként a börtönben, és a kísérlet vége előtt le kellett állítani magát a kísérletet, mert hogy a börtönőrök annyira átvették a börtönőr szerepét, hogy elkezdték a rabokat verni, kínozni, a rabok felvették a rabok viselkedési mintáját. Mindenki civilek volt. A rabokat például úgy csinálták meg, hogy végigmentek a rabosítási eljáráson. Tehát új lenyomatot vettek, lefotózták őket, hogy mire bekerülnek a kísérletbe, mint rabok, addigra abban a mentális állapotba kerüljenek. A börtönőröknek pedig elmondták, hogy nekik milyen dolgokat kell csinálni, de nem adtak igazából meg olyan instrukciókat, hogy ez vagy az a feladatod, vagy ideig és odáig mehetsz el, semmit, csak hogy ti őrök vagytok. És előbb kellett lezni, nagyon híres kísérlet volt. És kiderült, hogy mindenki felveszi azt a fajta viselkedési formát, ami a szerepe. Elkezdték őket verni, kínozni, felébreszteni őket. Tehát döbbenetes volt, aztán le is kellett állítani ezt a kutatást. Nem lehet, hogy mindegy a film élményei alapján kezdett el úgy viselkedni, ahogy szerinte viselkednie kell egy őrnek, meg egy hogy hívjátnak, egy fogvatartottnak?
láttak egy csomó ilyen filmet, és akkor hát nyilván az őröknek így kell viselkedni, nyilván a raboknak meg így. És mivel nem láttak egyetem musical sem a témában, ezért lett egy ilyen drámai forma. Maga, aki a kutatást végezte, ő volt a börtönigazgató, tehát magát is szerepbe helyezte. Egy nagyon okos pali, egyébként nagyon sok kutatása van, de ez egyik leghíresebb. És az őrök odáig eljutottak. Jó, tehát, hogy akiben nincsen benne ez a fajta késztetés, hogy hatalmaskodjon másokon. De mindenki, aki börtönőr lett, az hatalmaskodott, érted? És mindenki, aki rab lett, az alárendelt lett azonnal. Az a baj, hogy ez egy olyan sztereotípia, ami azt sugallja, hogy minden börtönőr ilyen. De hát ez nyilván nem igaz. Hatalmat kaptak a kezükbe. Kaptak, és uralkodhattak más emberek fölött. Ez nagyon-nagyon, ebből film is készült, ez egy nagyon híres kísérlet egyébként. Na mindegy, ebből kiindulva lehet, hogy a börtönőrben is lehet egy ilyen. Egyébként nem hiszem. Szerintem nem. Nem. Azért ott te élethalál ura vagy ebben, közben. Nem? Ez, hát többé-kevésbé, de szerintem ez kell egyfajta torzultság is jellemileg, tehát hogy valaki elkezd ilyen hatalmaskodni azok felett, az emberek felett, akik ki vannak szolgáltatva nekik. Szerintem az ő feladatuk, még alapvetően mondjuk egy normális, egészséges hozzáállású börtönőr vagy fegyőr feladat az, hogy betartassa azokat a szabályokat, amiket az intézményben hoztak. Nem ők, hanem mások hoztak. Kérdés, hogy mennyire tudsz egy ilyen munkakörön valójában normális marad? Nem? Tehát azért, ahol ilyen emberekkel vagy te körülvéve, ott te tulajdonképpen milyen eszközökhöz nyúlhatsz, tehát a filmekben látod csak, hogy élethalálurai információ, pénz, cigaretta, becsempész, adás, tehát hogy vagy ez valójában így történik, hát egy ilyen természetellenes közegben, mint egy börtön, hát mennyire tudsz kívülálló maradni? Hát van egy a spektrumon, vagy nem tudom, hol a világ 10 legveszélyesebb börtöne. Nem szoktátok nézni? De. Kemény dolgok vannak? Hát figyelj, nem tudom, múltkor valami mexikói részt néztem meg, hogy mi van egy ilyen mexikói börtönben, ott a börtönőrök legalább annyira sárosak egyébként, mennek, dílerke, minden, stb. Nyilván Magyarországon ez nem így van, még nyilván a börtönőrök nem ilyenek, de például ami ott zajlik Mexikóban, az egész egyszerűen elképesztő. A világ 10 legdurvább vagy legveszélyesebb börtönben, az egyébként tényleg hihetetlen. De nyilván itt megvannak a határok Magyarországon, tehát ez itt nem így történik. Van egy börtönőrünk, tényleg? Na, meghallgatjuk. Péter, hello, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Hello, te még mindig ezt csinálod? Még mindig, igen. Fia, szabadon, nyugodtan beszélhetsz, ebből neked semmi probléma nincs? Bizonyos részekről, ami a nyilvános megelé tartozik, amit így az interneten el tudtok érni, arról én is beszélhetek, és van az a rész, ami... Amiről nem. A titokvédelmi. Jó, hát szóljál, hogyha olyat kérdezzünk, de akkor... Ne, csak csendben marad. Akkor mondhatod, hogy erre nem válaszolhat. Miért lett egy börtönőr, hogy ez ide sodródtál, vagy ez egy tudatos dolog volt, és te ebben megtaláltad a szépséget? Hát a valóság az, hogy nekem nem ez volt a fő szakmám, ez muszáj szakma volt. Az előző szakmámban nem kaptunk annyi pénzt, hogy abból meg lehessen élni, és aztán választottuk ezt. De végül is mondhatni azt, hogy így hivatásos, és szép hivatás, csak megvannak ennek is az árnyoldalai. Mi a szépsége? Mi jelenti neked a szépséget ebben a munkában? Hát a szépsége számomra az belőle, hogy a társadalomtól megvonom a bűnöző lelkeknek egy nagy számát, és remélem az egy részét sikerül megtéríteni. Hát ez gyakorlatilag, hogy mit jelent, hogy mennyire sikerül. Na de hát akkor van egy küldetés, tudod, hogy te megvonod a társadalomtól. Hát tulajdonképpen te már csak őrződőked, nem? Hát megvonja az ítélet, maga a bíróság. Te úgy érted, hát, hogy nem engeded megszökni, mondjuk. Igen. Hát mennyire élethalál urai vagytok ti ott bent egyébként? Hát ott nem mi vagyunk az élethalál urai, minket inkább a kitűzött célnak vagyunk az urai, hogy úgymondán pesztrágassuk őket, jó útat érítsük őket, próbáljunk buta emberekből egy kicsit értelmesebb embert faragni. De mi odaadom neki az a baj, hogy többnyire, akik bekerülnek, egy kicsit értelmileg alacsonyabb szinten állnak szerintem, mint a társadalom egy része, és teljesen máshogy fogják fel. Úgy fogja fel, hogyha ő bűnözik, az úgy teljesen normális, mert meg kell élni valamiből. Most mondtam egy példát, érted, ilyen. Ez teljesen alapnak tartja. De nem érzik a súlyát néha. Egy-két ember nem érzi a súlyát annak, hogy mit csinál igazából. És így szemrebben is nézik, hogy ez teljesen normális. Olyankor, mert hogy mondtad, hogy a jobbító szándék is a céljaid között tartozik, illetve amik miatt mondjuk így szereted a szakmádat, vagy a hivatásod, olyankor te csalódott vagy, vagy azt kudarcként éled meg, hogyha mondjuk egy ilyen többszörös visszaesővel találkozol? Igazából nem, mert amit én látok nap, mint nap,
hogy például van egy ember, aki bejön a börtönbe mondjuk 5 évvel ezelőtt, és ha hiszitek, ha nem, van olyan ember, aki bekerült 17 évesen, és 40 évesen is még ott van. Kimegy, egy hónap eltelik, jön vissza. Az a baj, hogy olyan szinten nem azt mondom, hogy jó, hanem hozzá van szokva. Hozzászokik ahhoz, hogy az étel, ital megvan, az ellátás megvan. Igazából mi a problémája? Nincs neki problémája. Hát van, aki ugye a visszaéleskedés nincs meg, és ezért inkább újra bemegy. Télen hát például, meleg vagy jó időben, igen, nem találja meg a helyet. Hát a reintegráció az nem sikerül sokszor. Fia, most erre nyilván nem válaszolsz, de megkérdezem, hogy azért ilyen cigarettacsempészés, bevitel, kivitel, azért ebben nyilván tudom, hogy azt mondod, hogy nem, de hogy ebben gondolom, megpróbálják azért belevonni a börtönőket, és azért ott úgy értem az élethalál urait, hogy azért, ha te elviszel egy információt, egy doboz cigi, egy kis pénz, beadod, kiadod, mondhatok erről valamit, vagy lehet erről beszélni? Hát részben igen. Hát az az első, hogy mikor egy friss kolléga felszerel a céghez, azonnal meg van kóstolva ilyen szempontból. Az mit, hogy néz ki egy ilyen klasszik bekóstolás? Hát elsőnek ugye megkérdezik, hogy vagy, jó vagy-e, hova valósi vagy, hogy, és a többi. Ezek már azok az alapinformációk, amit ugye már mi nem osztunk meg. Már alapból ez meg van tiltva. És akkor ők ugye egyből rákérdeznek, hova valósi maga, mit tudom én, stb. Mi próbálnak egy ilyen baráti kapcsolatot felépíteni, egy ilyen közelebbi kapcsolatot, és akkor már úgy, esnek úgy nem gondolsz rá, mert úgy nem nyomatikusítják benned, hogy mit szeretnének. Aztán eltelik egy pár hónap, ugyebár csak mint nap azért kezdtük, vagy egy idő után akkor elkezdik mondani, hogy jaj, törzsú, főtörzsú, legyen szíves, engedi nekem, hogy amonnan egy kis cigit hozzak, emény, és akkor megy a kis disznókodás egyből oda menni. Hát gondolom, aztán börtönőre várogatja, hogy belemegy, nem megy bele, jelenti, nem jelenti. Igen. Fenyegetni is szoktak? Engem speciál nem. Az akkor szokott fennállni, amikor valaki kicsit elveti a súlykot. Többnek érzi magát, mint ami. Szóval úgy, mink is igazából megvannak a saját szabályaink, megvannak nekik a saját szabályaik, mink a szabályokat szeretnénk betartatni mind a két oldalról. Én ugyanannyira vagyok nyomatékos ő iránta, hogy azt, van egy napirendi program, ugyanúgy, mint annak a honvédség, hogy ekkor van takaró, ekkor van takarítás, stb. Van egy napi rendi pont. Ezt a 4 óraig kelés, hogy hova rohannak, tehát, hogy ott... Amikor hallottam, hogy ébresztő 4:45, hogy ott hova kell sietni, miről maradok le. Hát nyilván ez is azért ne kelljenek már délben. Nem azt mondom, hogy délbe kelljenek, de így is baromi hosszú a nap. Hasatokra süt a nap. Kis csibé, ébresztő. De mondjuk egy 6 óraig vagy egy 5:30-os kelés. Hánykor van ébresztő? Ez börtöne válogatja. Többnyire olyan börtönök, amik munkáltatnak, vagy akiknél van munkafázis magán a börtönön belül, ott korán fel kell kelni. Van éjszakai műszak, nappali kőszak. De hány órakor? Tehát mondjuk, hogy tudjunk valami konkrétumot, mert nem sok van, hogy mikor 4 óra, 4:30, 5-kor kelnek? Hát van amelyik 4 óra, valamelyik 5 órás műszak. Változó. Vannak éjszakai műszakok is, vannak nappalos műszakok is. És akkor ilyen körbe mentek, hogy bekopogtok, hogy ezért, hogy 324-es, kész a kakaó. Ideje fel kell, munkába kell menni, meleg a fiós. Megkérdezem, hogy hány kávéval kéri a kávét, és kis elvírozom reggel. Meg lehet ezt szokni, vagy ez mindig kicsit egy ilyen nyomasztó munka marad? Ki hogy fogja fel? Én röhögve végig dolgisel, látja, érzi, és mikor hazajön az ember, azért úgy párom is kérdezi sokszor, hogy mondjak valamit, és azt mondom inkább, hogy nem, köszönöm, hagyjuk. Uh-huh. Engem maga nem tud megvesztegetni. Igen, végesen csináltam a rakott krumplit, ne nézzek el. Na menjünk sétálni, de előtte megbilincselek. Igen. És figyelj, mi történik a Smasszer napon? Tehát hogy ünneplitek ezt a börtönörök napját? Hát ez inkább hallgattam a rádióadásotokat, ez inkább családi nap szokott lenni. Családi nap. Igazából külső helyszíneken a BV biztosít egy napot, amikor az egész család kimehet, megnézheti az ilyen technikai bemutatót, kutyás bemutatók, ilyen szabadtéri gyerekműsorok, ugrálóvár, ilyen főzőverseny. A rokonság lefújás a gázsmerével. És a főmutatvány a lovas rendőrök kardlapozás. Hagyhatom, hogy kipróbálhatok bármit. Ott lesz a mama. Gyűlölt rokonok gumivottal való megverése, igen, megkötözés, bilincselés. A hallgató írta, hogy fordított nap a börtönben. Igen. De jó volna, Isten. Az milyen jó. Igen, a tanár beül tanulni, te pedig kimész a táblához, igen. Hát nem egy egyszerű meló, nem egy egyszerű meló, de olvastuk, úgyhogy gondolunk rátok is. Azért egy-egy ilyen ünnepnap, ez nektek is nyilván kijár, meglehetősen nyomasztó lehet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Igazán ciao, is. Péter. Köszönöm, hogy hívtatok. Sziasztok. Szia. Az a baj, hogy nyilván kevés konkrétumot mondhat. Tehát igen. Ez ilyen beszélgetések, hogy mindig az a baj, hogy a sötét oldal érdekelne minket. Igen, hogy mi az áram, hogy cigaretta becsempészésnek, cigi plusz mennyi, vagy hogy van. De hát nyilván azt elmondja, akkor holnap is van. Nincs állása, igen. Úgyhogy mi az, ami ott például valódi érték, nem? Mert ezek, gondolom, egy cigaretta, vagy valami édesség, vagy egy újság, tehát ezek számítanak ott valódi értéket. Amivel valamit el tudsz intézni. Igen. Mindenesetre ez elég szomorú, ez a megélhetési fegyenc vonal, hogy ők már gyakorlatilag kisbe járkálnak, mint hogyha otthon lennének, bemennek, mert meleg van, bemennek, mert kapnak háromszor egy nap enni. Igen, mondjuk nem, a küldetés tudat volt az elején a legizgalmas, amikor mondta, hogy neki az a feladat, hogy majd ő jobban neve. Hát azért nem. Szóval, hogy itt érted, volt egy küldetés, tudod, benne is. Bent a nevelés, hát ő adhat jó példát. Hát attól függ, hogy hát egy börtönőr azért arra külön szakosodik valaki, hogy elmegy, elbeszélgetni, hogy neveli őket, nevelőt is, stb. Tehát maga a börtönőr azért ott neked nem tart kis előadás, a börtönőr az arra van, hogy tulajdonképpen végrehajtasson bizonyos feladatokat, és őrizze őket. Tehát az, hogy valaki átneveli őket, beszélget velük. Miért azt mondod börtönőr, hogy 3-12-es inkább olvasson, mint erősítsen. Na? Igen, dobja le azt a kézisúlyzót, és vegye föl, nem tudom, Monte Cristo, de ne járjon az eszeszökésem, mert én is olvastam. Éteste már meg, van most már az épp lélekre, és gyúrjunk egy kicsit. Ez itt nem az ifvára, ebből nem fogunk megszökni, maga nem a Monte Cristo, így nyilván lehet, de hát azért ennek kicsi az esély, hogy egy börtönőr téged valójában neveljen, hát nem ez a feladatuk. Igen, de ugyanakkor azért kérdeztem tőle, hogy ez kudarcként éri meg, mert hogy ugye azért nem ez lenne a cél, hogy ezek az emberek így úgy menjenek vissza, mintha hazamennének, tehát hogy többet ne akarjanak oda visszakerülni, nem pedig az, hogy még kifejezetten kívánják is, mert már hűvös van kint, aztán érted, mindjárt itt a szeptember vége, aztán jön a hideg, jó lenne már megint benn lenni, mert igen. Tehát, hogy azért ez nem annyira fagyosak az éjszakák. Igen. 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva, itt vagyunk. Egy-két SMS még, mert hogy vannak olyanok is, akik megjárták a börtönt, mikor minden reggel meg kell verekedned a papucsodért, mert jobb, mint a többié, és az őr nem szól. Minden őr megvehető, mobil, cigi, pia. Minden van bent, tudom, sajnos voltam, hogy hát erről nem tudunk vele beszélni, nyilván ezeket nem mondhatja el. Ami érdekes lett volna még, hogy mi a valódi érték, nem? Hogy mi az, amiért ott tényleg mindenki a félkezét odaadja, én kapom az SMS-eket, hát nem mondom el, hogy ki írogat, hogy például a Rivotril, az ugye egy nagyon erős nyugtató. És akkor kábítószerként. Hogy az a Rivotril, az például ott aranyárban van. Most ha végre megveszed, mint 2000 forintért. Na, de azért az döbben, ezt még értem, ezt a gyógyszert, de hogy egy jobb papucsért érted. Ott szerintem mindenért. Tehát ott, ha tetszik valakinek a pólója, hogy van egy 200 cigaretta, de ott minden élet-halálharc. Ti mit csinálnátok? Jaj, nem dohányzom, srácok! Itt van egy igen. Morning show óra, az utolsó. Itt van, adom a pomponos papucsomat. A pomponos az! Akkor eddig nagyon szerettem, de akkor kihúzom a pontgyűjtő kártyámot! Az utolsó mencsárad lenne, igen. Figyelj, hát ott mindent odadsz nyilván. Persze. Adok a Rivotrilomból neked is. Igen. Én a börtönben szoktam prédikálni, de nincs úgy semmi, mint a filmben. Ide nekünk egy hallgató. Ha Péter a toronyban vagy a kapun szolgár, mint börtönőr, sokat nem lát a rabokból, csak mint ti. Egy volt passzer, írta nekem. Nekem semmi bajom nincs a börtönőrökkel. Zsolti a 34-es cellát. Hát igen, nem egy egyszerű. Igen. Hát és azért lehet olyan felemás az egész, mert hát köztudott, hogy bent mindenki ártatlan. Igen. Hát, mindenki. Senki nem csinált semmi. A párom börtönőr volt, tavaly nyert Feli ellen a Fekete Fehér Igen Nem játékban, de az ajándékcsomagot nem kapta meg, még mindig várja. A mai BV-s napra tekintettel akár megküldhetétek neki. Köszi. Szerintem lenyúlták a rabok. Egyrészt lehet, hogy rossz helyen, Anna, utána nézel ennek, jó? 85-ös végű SMS. Állítólag nem kapta meg az ajándékcsomagot, nézzük már, hogy tényleg így van-e, mert ha igen, akkor azonnal küldünk neki egyet. Hallja az Anna? Csekkolja. Beszélt, Récse? Nem, mert már bedobott két Rivotrilt. Mi történt? Én nem látom a fejét. Most már be van lassulva nagyon. Récse, megőrülök. Jó, nézi. Igen. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgetünk ma reggel. Ugye szó volt az autó visszatekerés korán reggel, hogy ki hány kilométerrel tekeri vissza az autóját, ki mennyit teker, jó-e tekerni, nem jó, nyilván nem jó. De hát sokan azért így vesznek autót, hogy még mindig nem az autó állapotát, hanem a kilométerórát nézik. Hallgatóink vallottak, hogy ki mennyit tekert már, vagy ki hogyan vertek át autókereskedésben.
És hát ugye lassan indulunk majd Dél-Afrikába, erről kicsit többet. Hurrá! Elkezdtünk erről beszélgetni, hogy van-e ott pontgyűjtési lehetősége Janinak, aztán becsatlakoztak hallgatóink, akik megjárták már Dél-Afrikát, és érdekes dolgokat meséltek nekünk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Milyen rossz, hogy már az ember ezt is szétmodoroskodja, hogy most igen, most én afroamerikait mondtam, de ugye nem, csak már nem gondolkoz, hogy mit nem mondjál, mert azon megsértődik, ugye? De még nem hallgatják jó. Az adást, nyugodt. Nem azt mondom, csak ugye már ugye, vagy meglátsz egy feketét, más sem mondta, hogy fekete, hanem afroamerikai, de hát ott nem afroamerikai. Igen, van. Ott afroafrikai. Afroafrikai, na most az kérdés, hogy a feketére, ugye, mert hát ugye a néger szót ők nyilván nem szeretik, se Amerikában, se Afrikában. A feketét azt mondhatod, hogy fekete, abból nincs. Mert azért Amerikában néhány ember azt se szereti, tehát arra is sokszor ugranak, ez érdekes dolog. Hát ott legújabb afroamerikai pedig azt jelenti, hogy fekete. Igen, de ott se szeretik már ezt az afroamerikaiazást, mert az is kívülállóságot és akkor mit jelez. A feketét azt nyugodtan használhatod. Igen? Azt nyugodtan de használhatod. Tudod, te próbálod ki először. Ha kérdezik, Csabi mondta. Kinek hoztam a számlát? Ő fizet, ő fizet. Te leszel az első. Igen, nehogy az ember ugye bajban van. Na jó, tehát akkor ezt így lehet. Igen, jó. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok, és hamar a Jani megszólított. Én gyerekkoromban a néger szót tanultam meg, vagy használtam először azokra a fiatal emberekre, akiknek ugye barna a színű a bőrük. Hát ezt felejtsd el. Aha. El kell felejtenem, de igen. Ugyanakkor, ha azt mondom, hát, ha néger, akkor az izé, akkor az ilyen nagyon-nagyon lesajnáló. De azt gondolom, hogy, tehát, hogy jó, persze ezt a szót ki kell törölni most már a szótárból. De ezt lehet kedvesen is használni, a blacket, meg lehet olyan hangszínnel is használni, hogy te őket lenézed. Én azt gondolom, hogy a megszólításon van a hangsúly, nem a szavakon, nem? Hát azért beszélni, mondjuk Harlemben nem menj be, úgyhogy kedves néger barát, és nagyon-nagyon finom, mert nem biztos, hogy azt nézik, hogy milyen volt a hanghordozás. Ez most nem a négerre vonatkozik, hanem a feketére. Igen, az ember már így túl modoroskodja, persze, aztán közel lehet, hogy ennyire nem is. Kedves fekete barátaink. Kell, igen. Mi újság, voltál futni? Ma nem voltam még, mert ugye délutáni futó lettem, de még az előttem van. Viszont hétvégén képzeljétek el, hogy elővettük a társasjátékot. Melyiket? Eljött ez az idő, hogy jó idő volt. Elaludtak a gyerekek? Hát, kimehettünk volna, csak olyan esőre állt, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, akkor kezdjünk el társasjátékozni. Klasszik, lehetünk, valami régi? Vagy valami ne, az a neve, hogy az életjátéka. Oh, és akkor választasz magadnak valami foglalkozást, de ez is benne van a játékban, tehát nem lehetsz bármi. Bár ki lehet egészíteni értelemszerűen a játékot. És végig kell menni, ugyanúgy megházasodsz, gyerekeid születnek, nyersz a lottón, veszítesz pénzt, nem tudom, kirúgnak az állásodból. De miért játszottok olyat, ami a való életben is megtörténik? Hát nem lényeg a társas játéknak, hogy elvigyen a valóságot. A gyerekeket, jókat röhögünk közben azért. Aha. Úgyhogy csak ez jutott eszembe, hogy áprilisig ez lesz. Emlékeztek arra a társasjátékra, hogy élve fogd el? Bizony, ne, hogy ne, nekem viszont meg is van a mai napig otthon anyámnál. Különböző színű állatok, azt hiszem talán a piros volt a legértékesebb, csak lólépésben haladhatsz valami. Lila színű volt az oroszlán, és abból csak egy volt, és igen, azért ezek ugye a lila volt a legdurvább. És a színek alapján el kellett a táblán kapnod különböző értékű állatokat, de valami csak lólépés, csak vagy lólépés, hogy mehetnél. Csak lólépésbe lehetett menni, és akkor minél... volt, hogy csapdába estél, ugye van ilyen, és akkor egyet kimaradsz a dobás, valamelyik nap így a kezembe került, tudod, és így életem társasjátékja, hiszed ezt 8 évesen, kinyitod, és az egész, ahogy rájössz, hogy úristen, kicsik ilyen kis műanyagkártyák. Igen, zsiráf 800, oroszlán 1500 pont, vagy nem tudom, mi volt. Vigyetek el magatok Afrikába, olyan jó lesz. Az biztos. Na, ez tényleg. Igen, és akkor vadászként lólépésbe elejted az állatokat, és hónapokon, éveken keresztül játszottad gyerekkorodban. Most így ránézel, picit már furi. Na, hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. Legyen mondjuk. Ja, nem ő sokszor volt. Csak már nem írja alá. Ügyes. Tényleg, ügyes, ügyes. Legyen. Gyerekek, már vannak, akik úgy hagytanak a naphallgatója címre, hogy nem írják alá, hát ha nem veszük észre, hogy megint ő, de a számot megismerjük. Ravasz. Ravasz. Hello? Balázs, hello, morning show, ciao. Hello, itt a Jani, Feri, Csabi, mindenki. Szia, hello. Zoli, te vagy? Én vagyok, pontosan. Igen, jó helyen járunk, csak nem mondtad, hogy morning show, pedig a te SMS-edet lett volna a nap hallgatója. Cím, ha lehet így mondani. Igen. Nem mondtad, hogy már munkahelyen vagy, vagy elfelejtetted? Már dolgozok javában. Dolgozom, mit csinál, Zoli? Vezetek. Milyen sokan vagytok ott vezetés? Ez egy szimulátor? Vagy ott többen ülnek mögötted? Vagy buszsofőr vagy? Nem, csak én vagyok egyedül. Egyedül vagy.
Jól van, Zolika, mert a naphallgatója te vagy, de nem tudunk ajándékcsomagot adni, mert nem mondtad. Jó? Igen. Jó, próbálkozzál még, köszi. Köszi, ciao, hello. Én viszont nem olvasom, hogy mindegy, nem érdekes. Annyira nem jó. De jó, csak nem akarom már. Remek zenék, Csabim? Képzeljétek el, hogy lesz egy ilyen nagyon izgalmas látványvilágot ígérő előadás sorozat, majd valamikor karácsony után, az lesz a címe, hogy a játékkészítő, és ennek ez egy ilyen zenés akciómese, a zenét már megszereztük, és a következő órában hallhatjuk is, így aztán gondolom sejtitek, hogy magyar dal lesz, magyar előadót ritkán tudok nektek ajánlani, de hát ha ezt most örömmel fogadjátok, az előadók között lehet, hogy lesz legalább egy olyan, akit szerettek, mert a Berecki Zoli van benne, a királytestvérek, a Linda, meg a Viktor, Alföldi. Meg a Radis Gigi. Ez az Alföldi, a darabban szerepel majd az Alföldi, a Pokornilia, a Oroszlán Szonya, a Hajdusti, Szabó Győri. Hát én hármat is tudnék mondani, akit kedvele. Az előadók közül? Ha négy. Jónak kiderítem, hogy kit nem. Most volt a sajtótájékoztató egy-két héttel ezelőtt, és nagy szabású darab lesz, igen. Ennek a dalát hozom, Álod meg a csodát, az a címe. Négy kiváló énekes egyébként, azt gondolom, úgyhogy lesznek ott szép hangok a dalban. Csabikám, meghallgatjuk. Jól van, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, ha szeretnétek, tegyétek meg. Nyugodtan, Csabi, nagyon örül neki, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Csabó.